Köszöntöm Önöket, tekintsék meg mai adásunk tartalmát! Augusztus 26-án a Szegedi Tudományegyetemen került sor a Csongrád Mihály Komplex Egészségfejlesztési Programjának nyitó rendezvényére egy lépés az egészségünkért címmel. A projekt életútjáról, menetéről, programjáról a projektvezetői adtak tájékoztatást tábunknak. A mai nap folyamán került sor az Egy lépés az egészségünkért címre hallgató projekt megnyitó rendezvényére. A kormány feladatkörében milyen jelentőséggel bír az egészségügynek a fejlesztése? Ugye a kormánynak, a mindenkori kormánynak egyik kiemelkedő feladata az, hogy egy egészséges nemzetet tartson fent, és az egészséges nemzet fenntartásához hozzátartozik, hogy egy egészséges születési arány és egy egészséges növekedés. Sajnos ilyen szempontból régóta rosszul áll a magyar nemzet, ezért aztán minden kormánynak, a mostani kormányunknak is elsődleges feladata az, hogy az egészségügy olyan helyzetbe hozza, hogy ne csak költségvetési pénzből és a gyógyításra, a gyógyszerkasszára kelljen költeni pénzt, mert az egy tüneti kezelés, hanem egy olyan állapotot hozzon létre az emberekkel együtt, a médiával együtt, a szakértékkel együtt, hogy ne kerüljenek az emberek olyan helyzetbe, hogy mindjárt orvoshoz vagy kórházba kelljen menni, hanem tudatosan, kiskortól kezdve egy normális, elfogadható, mai kornak megfelelő életvitel, egészséges táplálkozás, normális szellemi és lelki tartalom legyen a társadalomba, és ez fogja aztán biztosítani azt a végső célt, hogy várhatóan majd a szaporodás növekedni fog Magyarországon, és a kellő időben a kellő generáció annyi gyereket fog nemzeni és fölnevelni, ami elég lesz a nemzet hosszú távú túléléséhez, mert ha ez nem így lesz, akkor egyre inkább fogyunk, és a mai aktualitás, hogy azt látjuk, hogy a határainkon a váltó nemzetek itt vannak a kapuba, úgyhogy ez nem csak nemzet, hanem nem hazai, hanem nemzetpolitikai kérdés is. Ön hogy látja, ez a projekt mennyiben nyújthat segítséget Csongrád megye lakosai számára? Én azt látom, hogy akik itt voltak most ezen a rendezvényen, mind az állam részéről, mind a szakma részéről, az egyetem részéről, önkormányzatok részéről, ez önmagában egy ilyen rendezvény már egy nagyszerű dolog, mert tudnak egymásról a szereplők. Van egy projekt, ami keretbe foglalja ezt az egészet, és most elindul egy olyan folyamat, ami jó alapot fog arra teremteni, hogy a következőkben, itt a következő néhány évben ezek a szereplők összefogva újabb fejlesztéseket tudjanak végrehajtani, akár hazai, akár uniós, akár saját forrásból, azzal a szándékkal, hogy az a cél, hogy egészséges nemzet és egy szaporodó nemzet legyen a magyar nemzet, ezt meg tudjuk valósítani. Ebben egyébként Csongrád megye országos átlagban egészen jó áll. Ugye itt van egy nagyon komoly egészségügyi infrastruktúra ebben a megyében, van egy nagyon komoly szellemi bázis ebben a megyében, és ha szereplők így egymásra találnak, mint ezzel a pályázattal kapcsolatban, akkor már lehetünk optimisták a megyével kapcsolatban. A mai nap folyamán került sor az Egy lépés az egészségünkért névre hallgató projekt nyitó rendezvényére. Ön hogyan látja, mint a Csongrád megyei közgyűlés elnöke, ez a projekt mennyiben segíthet majd a Csongrád megyei lakosoknak az egészségük megőrzésében? Kezdeném ott, hogy a megye fő feladata a területfejlesztés, településfejlesztés, operatív program, integrált program végrehajtása, és nagyon komoly kihívásként értelmeztük és értékeltük ennek a támogatópályázatnak a célját, hiszen az épített környezet is az emberről szól, de az embernek az egészsége, a fizikai és fizikális és mentális egészség az egy nagyon komoly téma, és a szakma is, meg maga a megyei önkormányzat is lelkesedéssel állt a projekt mögé. Nem kellett különösen győzködni a szakmai képviselőket, hogy álljunk a projekt céljai megvalósítása mögé. Ezáltal sikerült elérni azt nagyon gyorsan és nagyon rövid idő alatt, hogy egy teljes megyét lefedő programot tudtunk összeállítani, ami azt jelenti, hogy 7 járásban nem minden program, de minden településen megjelenik egy program, és a célja valóban, hogy tegyünk egy lépést az egészségünkért. Itt ugye értelmeztük azt, hogy
a WHO is kéri a komplex gondolkodást ebben az ügyben. Tehát nem csak az egyszerű fizikális szűrésekkel és az egészséges életmóddal, hanem a szeméről, a környezetéről, a mentális részről, a családi, a munkahelyi, a munkahelyi egészséggel kapcsolatos egész társadalmi méretű és társadalmi szintű egészség érték megvalósításáról beszélünk, és az egészségtudatosság egyik legfontosabb szempont. Nekem ez volt a kedvenc jelszavam ebben a projektben, és én azt gondolom, hogy az eddig megvalósult és fölvállalt feladatokban látszik az, hogy el fogja érni a célját. Mindenképpen hosszú távon egy olyan Csongrád megye egészségfejlesztő programnak az adatbázisát tudjuk, tudásbázisát megteremteni, és köszönjük ezt ennek a pályázatnak, hiszen ilyen összefogás még nem volt a megyében, hogy a szakma, a politika, a közgyűlés és a ezzel kapcsolatos minden szereplő egy irányba gondolkodik és teszi az értéket a asztalon. Én hogyan látja a magyar egészségügyben, illetve itt is jobban levetítve Csongrád megyében, mi az a legsürgetőbb probléma, ami leginkább orvoslást igényelne? A mai előadásokból látszik, hogy Csongrád megye hol áll a mutatók vonatkozásában, akár a halálozás, az érrendszeri, a különböző daganatos megbetegedések, a születések kapcsán halálozás és a várható életkor vonatkozásában. Átlagos képet mutat, viszont az átlagos kép is azt jelenti, hogy van mit tenni. Az azonnali eredmény ezekből a folyamatokból bizonyos tekintetben várható, azok az adatok segítenek majd minket, amik a szűrésekből, meg a kommunikációs beszélgetésekből tudásbázisra alakulnak. Viszont az a folyamat, amit szeretnénk most elkezdeni, és ennek a pályázat kapcsán, ahogy mondtam, egy egészségfejlesztési programra alakítani, annak nagyon hosszú távú és nagyon komoly eredménye csak hosszú évek alatt mérhető, de kell, hogy elkezdjük ezt, mert enélkül remény sincs arra, hogy a mutatóink javuljanak. A mai nap folyamán került sor az Egy lépés az egészségünkért névre hallgató projekt nyitó rendezvényére. Milyen célból indult el ez a pályázat, illetve milyen forrásból valósul meg mindez? De összes Európai Uniós forrásból valósul meg. Célja pedig Csongrád megye népegészségügyi mutatóinak a javítása, illetve a lakosság, ez nyilván ebből eredendően a lakosság egészségi állapotának javítása. Ugye ez egy nagyon rövid projekt. Bízunk benne, hogy ez elindítója csak valaminek, egy megyei, nagyobb népegészségügyi programnak, és akkor sokkal jobban ki tudunk ebben a programban teljesedni, és egy részletesebb, szervezettebb, szisztematikusabb népegészségügyi programot tudunk összeállítani. Kik a konzorciumi tagok? Morahalomról a Moravitál Kft., Hódmezővásárhelyről a Hódmezővásárhelyi Többcélű Kistérségi Társulás, ugye a megye részéről pedig a megyei Nonprofit Kft., és hát természetesen az egyetem, aki azért egy ilyen tudásközpont is. Általánosságban milyen programokat foglal magában ez a pályázat, amire majd számíthatnak a Csongrád megyei lakosok is? Összesen 44 nagyszabású programról van szó, amiben programonként is vannak alprogramok, tehát ezt így ilyen értelemben nem tudnám felsorolni, vagy nem sorolnám most föl, de három csoportba tudjuk nagyjából sorozni ezeket a programokat. Egyrészt ami egészségmagatartás kérdésben, az egészségmagatartás kérdésben ugye a magatartás formálásról van szó, a média és egyéb segítséggel ismeretek átadása, ezek lehetnek előadások, egyébként lehetnek csoportfoglalkozások, az összes korosztályt tudjuk érinteni 0-tól 100 évig, nyugodtan mondhatom, hogy részt vehetnek ezekbe a programokba, akár egy sportprogram is lehet egészségmagatartás formáló, hiszen fölkeltjük a figyelmet valamilyen sporttevékenységre, és az is minden járásban több helyen is megvalósul, sőt a kis településeken, a megyében összesen 49 településen lesz olyan falunap, ahol az egészségről szól majd a falunap, előadásokkal, sportprogramokkal, szűrések, sportvetélkedővel, tehát gyakorlatilag így tudjuk lefedni az egész megyét, és hát a minden konzorciumi partner kényszerítve van arra, hogy minél több részre vigye ki. Eltelt egy hónap, és mindenhol már egyszer valami program megvalósult. A média egyik képviselőjétől is már elhangzott, de 4 hónap alatt milyen eredményekre számítanak, illetve milyen eredményeket lehet elérni ennyi idő alatt? Ugye kézzelfogható eredményeket ebben az időszakban csak a szűréseknél tudunk elérni, hiszen hogyha valamelyik szűrési programunkban valakit kiszűrtek, és időben, korai stádiumban, ő egy szerencsés ember, elmegy orvoshoz, és viszonylag könnyen esetleg remélhetőleg könnyen kezelhető az ő betegsége.
Ami még várható ettől a 4 hónapos programtól, hogy egy olyan együttműködés jön a létre a népegészségügy szervezői, finanszírozói, szakmai háttér, civil szervezetek, önkormányzatok részéről, ami egy hosszú távú továbbfejlesztést tesz lehetővé, de ott már nem szabad rövid időben gondolkozni, hanem hosszú időbe. A kutatásaink, felméréseink azok megalapoznak majd egy ilyen fejlődést, ugye azokból az irányokból lehet levonni egy utat, hogy mire fókuszáljunk, ne csak nagy terjedelemben, hanem mondjuk lehet, hogy lesznek kifejezetten célzott és általános tevékenységeink, ha ez az együttműködés létrejön. Egyébként Kistelek egy nagyon szerencsés település, a Kisteleki járás, hiszen neki van egészségfejlesztési irodája. Az egészségfejlesztési irodának a vezetője és ennek a projektnek az oszlopos tagja, és hát én azt gondolom, hogy Kisteleken vannak előzményei, tehát a kistelekiek sok ilyen programmal találkoztak, hiszen én ezt konkrétan tudom, magam is vettem részt olyan programon, ami Kisteleken megvalósult. Tehát biztos, hogy az egészségfejlesztési irodák bázisára fogunk azokra a településeken építeni, ahol van egészségfejlesztési iroda. Túl vagyunk az Egy lépés az egészségünk névre hallgató projekt nyitó rendezvényén. Milyen munka előzte meg ennek a projektnek a létrejöttét? Mint minden projektet, előkészítési tevékenységgel kezdtük ezt a projektet is, akkor még pályázati szakaszban. Ez 2014 novemberében, decemberében kezdődött, amikor az első felhívás tervezetet megláttuk ezzel kapcsolatban. Akkor már részben konkrét megkeresésre, részben pedig önállóan egymásra találtak valamilyen módon, amelyéből azok a szereplők, akik ezen a pályázati felhíváson indulni szerettek volna, és ez sikerült egy olyan egységes egészé kovácsolni, ami biztosította azt, hogy teljes megyét lefedő, 7 járást lefedő projekt tudjunk megvalósítani, illetve a szakmai tartalom is olyan szerteágazó lett, ami mindenképpen Csongrád megye teljes lakosságát hasznosan tudja érinteni. Bár ugyan esett róla szó, hogy a konzorciumi tagok úgymond véletlenszerűen találtak egymásra, de milyen kritériumok voltak így a pályázat elindulásakor, hogy mi alapján válogatják ki a szereplőket erre a célra? Hát nyilván egy nagyon prózai indoka is volt, vagy oka is volt, vagy kritériuma is volt a kiválasztásnak. Az egyik az az, hogy a pályázati felhívásnak feleljen meg. Ez azért rendesen, vagy erőteljesen leszűkítette a jelenlévő potenciális résztvevőknek a körét. A másik szempontunk az természetesen már szakmai szempont volt, vagy a többi szempontunk szakmai szempont volt. Ez arra vonatkozott, hogy a programjával olyat tudjon nyújtani, ami tényleg egész Csongrád megyének hasznos lehet. Legyen valamiféle hosszú távú fenntartás lehetősége a projektnek a hosszú távon is, illetve hát nyilván az, hogy szintén egy prózai ok és megint pályázattechnikai dolog, hogy a pályázat előfinanszírozását is akár likviditási szempontból fönn tudja tartani. Az elkövetkezendő 4 hónap során milyen egészségügyi változásokra számítanak itt Csongrád megyét illetően a projektnek köszönhetően? Én 2 legfontosabb változást remélek ettől a projektől. Az egyik, amit szakmai vezetőnk is többször hangsúlyozott, hogy a szűrések azok, amik azonnali eredményt tudnak hozni, és az esetlegesen időben felfedezett megbetegedések időben történő kezelésével nagyon sok későbbi komolyabb megbetegedés megelőzhető. Illetve a másik, ami szerintem rövid távon is tud érvényesülni, az pedig a tudatosság növelése, illetve az egészségtudatosság fejlesztése a Csongrád megyei lakosság körében. Én azt gondolom, hogy itt, ahogy a projekt neve is mutatja, az első lépést mindig nagyon nehéz megtenni egy-egy cél érdekében. Hogyha ehhez az első lépéshez akár egy egészségtudatos életmód, sportosabb életmód, egészséges táplálkozás irányába történő elinduláshoz már segítséget tudunk nyújtani ennek a projektnek a keretében, akkor én azt gondolom, hogy már elégedettek lehetünk. Idén augusztus 20-án került megrendezésre az első Dél-Alföldi Rönkhozó verseny és munkaló találkozó. A program az ország több pontjáról, valamint külföldről is érkeztek versenyzők. A verseny menetéről, sikerességéről, valamint az eredményekről a versenyszervezője Gémes József tájékoztatta stábunkat. Augusztus 20-án került megrendezésre a Dél-Alföldi Rönkhúzó verseny, valamint munkaló találkozó. Hányan érkeztek hozzávetőlegesen erre a versenyre, mint indulók, illetve honnan érkeztek a versenyzők? Hát 12 fogat érkezett nagy örömömre. Jöttek Szokolyáról, Szigetszentmiklósról, Domaszékről, Nagykátáról. Sikeresen lezajlott ez a verseny. Hát szeretnénk minél hamarabb egy ilyet újból rendezni. Milyen versenyszámokban indultak az indulók ezen az eseményen?
Három feladat volt, volt benne ügyességi feladat, ami azt jelentette, hogy egy villanypoznát kellett akadályok közt elhúzni, ügyességi feladat. A második volt az igazi, a rönkhúzás, ami egy rönk az 450 kg volt átlagban, és ki hány rönköt bírt 50 méteren keresztül elhúzni, ez úgy működött, hogy 10 méterenként volt egy rönk, és ha elbírt a ló húzni egy rönköt, oda bírta a másodikhoz húzni, akkor akasztottak rá, és ez így ment tovább. De most az, itt Kisteleken most az ötödiket nem bírták meghúzni a lovak, mert egy kicsit csalóka volt a talaj nálunk, meg a fák is. Most ugye esett szó ugye a talajnak a minőségéről, ugye az időjárás az mennyiben nyomta rá a bélyegét erre a műsorra? Hát az időjárás az a lovak szempontjából az jó volt, de szerintem megduplázódott volna ez a nézőközönség, mert ugye jöttek volna Zalából, akkor Kőszegről kaptam telefonokat, hogy onnan szeretnének jönni, mint látogató, de sajnos szerintem, mikor reggel felébredtek az emberek, látták, hogy ez nem fog működni, mivel hogy esett az eső, de így is elég szépen összejöttek akikre én számoltam, itt a környékbeliek, meg akiket érdekelt ez a verseny. Szakmai szemmel hogyan látta mind a fogadhajtók, hogyan boldogultak a különböző versenyszámok, illetve a lovak milyenek voltak ennek a napnak a során? Hát a lovak, azok, akik messzebbről jöttek az ipolyerdészettől, azok a lovak, azok majdnem napi szinten csinálják ezt a munkát, azoknak a rönk, meg ez az ügyességi felett nem volt nagyon nagy gond, de én okoskodtam egy olyat, hogy van nekem egy lovaskocsim, ami a 100-120 mázsát kibírja, és ezen a kocsin ösztömegben volt 9 tonna, és na, ez okozott egy kis meglepetést a messziről jött lovaknak is, holott sajnálatos módon az én lovaim nem húzták el bent a pályán, de kint kívül azokkal vittem oda, azokkal húzattam a kocsit, dolgoztak, de bent a pályán ott sajnos nem befelé mentek, hanem kifelé akartak jönni. A nap végeztével milyen eredmények születtek, kik vitték el az első három helyezettnek járó díjat? Hát a szokolyai srác, a Dexter Gábor, akkor vitte a Szabadi Endre, és a harmadik díjat pedig a nagykátai Árvai Ágoston. Előtte való nap este Szlovákiából ide szólt egy srác, összejöttünk már, egy pár versenyen voltunk együtt, rokonszenves ember, és előtte való este megtisztelt avval, hogy ide szólt, és eljött másnapra reggelre, itt volt a versenyre, és örömömet láttam ebbe, hogy olyan messziről is eljönnek. Mint szervező, hogyan fogadta azt, hogy a város első számú embere, azaz a polgármester Nagy Sándor úr nyitotta meg ezt a rendezvényt? Hát ennek őszintén nagyon örültem, azért, mert ez úgymond most Kisteleken szerintem ez volt a legnagyobb szórakozás, vagy látványosság, inkább úgy mondanám, hogy látványosság, mert itt ugye az Alföldön nem volt, és azt is köszönöm tőle, hogy megköszönte a részvételünket ezen a versenyen. Már ugye esett róla szó, hogy az időjárás egy picit közbeszólt, így is azért szerintem egész sokan látogattak ki erre a versenyre. Szervezőként hogyan látja, hogyan tetszett a közönségnek valamit, hogyan érezték magukat a versenyzők itt Kisteleken? Hát én úgy láttam ezt, hogy reggel, amikor 8 órakor kimentem ide a pályához, mint szervező, hát láttam, hogy nagy örömemre, hogy vidékről idegenek megjelentek, és nagyon örültem neki, hogy tényleg ilyen sokan voltunk. Nagyon-nagyon örülök neki, hogy ilyen sikere volt ennek a versenynek most. Ugye nagy sikere való tekintettel várható esetleg, hogy a későbbiekben is megrendezésre kerül majd ez a rönkhúzó verseny. Ma tegyük fel, ugyanígy egy év múlva, augusztus 20-án, vagy talán még előbb is. Hát reménykedek benne. Itt most olyat gondoltam ki, meg akik segítkeznek ebbe, hogy lehet képzelhető az is, hogy május 1-én, hogyha minden összejön, akkor lehet, hogy akkor szervezzük ezt meg, mert úgy szeretném végeredményben, olyan időpontban szeretném ezt, ha van valami ünnepnap, mert az emberek akkor ugye jobban ráérnek. Úgyhogy ez még a jövő titka, de szeretnénk csinálni mindenféleképpen ilyen látványosságot.
Tisztelettel köszöntöm a televízió nézőket. A Kisteleki Rendőrkapitányság illetékességi területén az elmúlt hét során az alábbi eseményekről tudok beszámolni. Az elmúlt héten közlekedési baleset nem történt a Kisteleki Rendőrkapitányság illetékességi területén. Az elmúlt héten egy ittas vezetővel szemben kezdeményezett büntetőeljárást a Kisteleki Rendőrkapitányság rendészeti osztálya Balázscsa külterületén szeptember 2-án az éjszakai órákban végrehajtott közlekedésrendészeti ellenőrzés során személygépkocsi vezetőjével szemben alkalmazott elektronos alkoholteszter pozitív eredményt mutatott. Ezért a férfit elfogták és mintavételre előállították. A helyszínen mért értékre tekintettel vezetői engedélyét elvették és büntetőeljárást kezdeményeztünk vele szemben. Könnyű testi sértés vétség és könnyű testi sértés büntet megalapozott gyanúja miatt folytatott büntetőeljárást a Kisteleki Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya. A gyanúsított élettársát, majd kiskorú hozzátartozóját arcul ütötte, melynek következtében a sértettek sérülést szenvedtek. A 47 éves pusztaszeri férfi kihallgatása során részben elismerte a terhére rótt bűncselekmény elkövetését. Az ügyet vádemelési javaslattal Szeged járási ügyészségre továbbítottuk. Lopás vétség megalapozott gyanúja miatt folytatott eredményes büntető eljárást a Kisteleki Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya. Jogtalan behatolással, illetve lopott kulcs használatával Baksi ingatlanból tulajdonítottak el kerékpárt, élelmiszert, ruházatot, valamint mobiltelefont. Az elkövetésével gyanúsíthatott személy kiléte, akinek kihallgatását követően az ügyet vádemelési javaslattal járási ügyészségnek megküldtük. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Széchenyi 2020 készült a Régiók Fejlesztésért Egyesület megbízásából. Ismét elkezdődött az új tanév a Kisteleki Általános Iskolában is. Az iskola életében változásokra került sor, amely meghatározza az idei tanévet. Papné Guba Éva, az iskola intézményvezetője ezekről a változásokról, a tanévkezdéssel kapcsolatos információkról, valamint a nemrégiben megnevezett mentorháló 2.0 elnevezési szakmai találkozóról számolt be stábunknak. A mai délután folyamán került sor a Kisteleki Általános Iskola tanévnyitó ünnepségére. Hogyan alakult ez a mai rendezvény, illetve mit érdemes tudnia az elsősökről? Valóban, augusztus 31-e a mai nap, ez egy elég mozgalmas napja volt a Kisteleki Általános Iskolának. Délelőtt egy tankerületi szakmai napot tartottunk a pedagógusok és a tankerületben dolgozó pedagógus kollégák részvételével, most pedig sor került a tanévnyitó ünnepségünkre. Három első osztályt indítottunk, 21-22 fős első osztályokat, és a tanuló létszámunk is a tavalyi 565-ös számnál alakul, tehát igazából gyakorlatilag ugyanannyi tanulóval kezdjük ezt a tanévet is, mint az előzőt. Én azt gondolom, hogy az iskola és a nevelőtestület felkészült arra, hogy minden belépőt és minden osztályt, évfolyamot várjon, és remélhetőleg sikeres tanévet fogunk tudni magunk mögött majd egy 9 hónap múlva. Nagyon-nagyon örülök annak, hogy a szülők bíznak bennünk, és hogy megfelelő partnerként tekintenek ránk. Ennek a tanévnek egy nagyon nagy feladata lesz az, hogy ezt a partnerségi viszonyt elmélyítsük, és igazán, ahogy a tanévnyitó beszédemben elmondtam, igazán nagyon nagy hangsúlyt szeretnénk arra fektetni, hogy minél inkább közös erővel munkálkodva azon, hogy a gyermekeink sikeresek legyenek, hogy ez közös feladatunk és közös felelősségünk. Történtek-e bármilyen jellegű változások a tantestületnek a felépítésében?
A tantestületünk három új fővel gazdagodott, Molnár Péter kollégánk főállású rendszergazdaként fogja erősíteni a kistelki általános iskolát, illetve 7.-8. évfolyamon informatikát is fog tanítani. Veres Márton testnevelőként érkezett a kistelki általános iskolába, ő a felső tagozaton, leginkább az 5.-6. évfolyamokon fog testnevelőként dolgozni, és Bukor Csilla óraadóként kezdi meg munkáját, ő is testnevelő, mindenféleképpen az alsó tagozaton fog működni. Itt a testnevelés létjogosultságának és a mindennapos testnevelés bevezetésének a folyamodványa, hogy a testnevelés szakosztályunkat kellett ilyen szinten bővíteni, úgyhogy nagyon-nagyon bízok abban, hogy eleget tudunk adni a törvény adta kötelezettségünknek, és valóban a kézilabdát, mint sportágat népszerűsítve, és ennek a hagyományoknak eleget téve fogjuk tudni folytatni a munkát a testnevelés vonalon is. A mai ünnepség során egy szakmai díjra, elismerés átadására is sor került. Ki volt a díjazott? Majoros Istvánné Etike néni vehette át itt a tanévnyitón ünnepélyes keretek között az aranydiplomáját. Aranydiplomát az kap, aki 50 éve szerezte meg felsőfokú végzettségét valamilyen tanítóképzőintézményben, és ő ezt 1965-ben tette. Én azt gondolom, hogy ha valaki 40 évet eltölt a pályán alsós tanítónéniként, akkor igenis jogunk és kötelezettségünk vele szemben, hogy ilyen kereteket teremtve tudja ezt a díszoklevelet átvenni, amelyet nem csak az intézmény, amelyben a diplomáját megszerezte, hanem Kistelek város is elismerte egy díszoklevéllel. Én nagyon örülök neki, hogy bár egészségi állapota azért nem a legjobb sajnos, de részt tudott venni ezen az ünnepségen, és át tudta venni ezt az elismerést. Holnapi naptól kezdődően hivatalosan is becsöngetnek itt az általános iskolában. Hogyan fog zajlani ez az első tanhét? Az első tanítási napon, szeptember 1-én még az osztályfőnökök fognak a gyerekekkel foglalkozni, leginkább a tanév rendjével szükséges tudnivalók, az órarendek kerülnek kiosztásra, bizonyítványok bevételre, tehát szervezési, technikai jellegű feladatokat fogunk lebonyolítani, és ezen az egy napon az alsó tagozatos gyerekeket még haza lehet ebéd után vinni. Szerdától azonban már minden a normális kerékvágásban a délután 16 óráig történő foglalkoztatással, a gyerekeknek tanulószobával napközivel fog telni, és tanítási órákkal a hét. Hát, hál' Istennek most egy ilyen rövid hetet tudhatunk magunknak, csak 4 tanítási nap lesz ebben, úgyhogy azért remélem, hogy mindenkinek sikerül akklimatizálódnia, és megfelelően elkezdeni az új tanévet. Hétfő délelőtt egy tankerületi szakmai napra került sor itt a Kisteleki Általános Iskola aulájában. Egész pontosan mi volt a fő napirendi pont ezen a találkozón? Ez egy nagyon fontos momentum volt, azt hiszem, a tanévkezdésünknek, hogy egy ilyen járási szintű tankerületi napot tudtunk szervezni. Ez a Mentorháló 2 program segítségével és a Klik megyei és járási tankerületeknek a segítségével sikerült ezt megvalósítani. Igazából a tankerület összes intézményéből, tehát fenntartótól függetlenül hívtuk meg a kollégákat, és próbáltunk egy szakmai napon az előttünk álló feladatokról, a pedagógus minősítésről, és leginkább azokról a lehetőségekről és módszerekről egy szakmai napot szervezni, amely a gyerekekkel kapcsolatos feladatainkat és új kihívásokat fog megmutatni. Ezen a szakmai napon előadást tartott Falagó Klára, a tankerületi igazgató, ő a tanév előttünk álló és aktuális szervezési feladataival kapcsolatosan adott információt az megjelenteknek. Én magam a pedagógus minősítéssel kapcsolatos, ugye az életpálya modell bevezetése óta mindenkinek át kell esnie majd előbb vagy utóbb egy ilyen minősítő eljáráson, úgyhogy ezzel kapcsolatos információkat osztotta meg a kollégákkal, illetve Tari Anna Mária, pszichológus nő vett részt ezen az előadáson, és az online térben élő gyerekeknek egy picit, hogy talán jobban megértsük őket, hogy jobban tudjunk hozzájuk közeledni, jobban másféle módszerekkel próbáljuk megnyerni őket
magunknak, akár szülőként, akár pedagógusként ezekről a témákról töltöttünk el egy nagyon hasznos délelőtöt. Én amikor vége lett a napnak, és meg interjú voltam néhány kollégámat, mindenki nagyon nagy örömmel beszélt arról, hogy igazán hasznos délelőtöt tudtunk együtt tölteni. Nyárbúcsúztató Kerti Bartira került sor a Kipkop Gyerekház szervezésében. A családi programon barkácsolásra, valamint egy családi egyperces játékok névre keresztelt versenyre került sor, ahol pecséteket gyűjtve ajándékokban részesültek a résztvevők. A délutáni programot Szalonasi Tét zárta. A most következőben a rendezvényen készült riportjainkat tekinthetik meg. A mai délután folyamán kerül sor a Kipkop Gyerekház nyárbúcsúztató kerti partijára. Ezen délután során mivel foglalatoskodhatnak majd a kilátogató vendégek, családok? Hát ez az igazi nyárbúcsúztató, hiszen belőfényes napsütés van, remélem, azért a nyarat még nem fogjuk elbúcsúztatni, de először egy barkácsolással fogjuk bevárni a kis csapatunkat, úgyhogy egyre jobban várjuk ebbe a hőségbe, hogy gyülekezzenek majd hozzánk a családok, a kisebb és nagyobb gyerekekkel egyaránt, és a barkácsolás után kezdődik majd a szokásos családi egyperces játékaink, 10 állomáson lehet majd versengeni, minden állomáson pecsétet lehet gyűjteni, és hogyha mindenki begyűlt a 10 pecsét, akkor beledobhatja a nagy kalapba, és onnan pedig tombola sorsolással fogjuk kisorsolni, hogy ki milyen ajándékba fog a mai napon részesülni. Mindig úgy csináljuk a tombola sorsolást, hogy senki se térjen üres kézzel haza, úgyhogy reméljük, hogy mindenkit meg tudunk majd lepni egy aprósággal. Mivel itt vagyunk kint a kollégium udvarán, itt adottak a lehetőségek, hogy homokozzanak, hogy hintázzanak, motorozzanak a gyerekek, úgyhogy ezt mindig ki is szokták használni, és a nyárbúcsúztatás mellett a gyerekek búcsúztatás is sor kerül, akik elbúcsúznak tőlünk, mert családi napközibe, bölcsődébe vagy óvodába mennek, úgyhogy a búcsúztató egybe lesz kötve, azt követően egy kis szülinapozás, az augusztusi születésűeket fogjuk megünnepelni, akik rendszeresen járnak hozzánk a Kipkop Gyerekházba, és utána pedig bízunk benne, hogy még ebben a hőségben bírni fogjuk a szalonnasütést, úgyhogy egy kis szalonnasütéssel fogjuk majd lezárni a mai kerti partinkat. Előreláthatólag hány vendéggel számoltok most, illetve meddig fognak tartani a mai nap során a programok? Hát általában 100-140 vendégünk szokott érkezni egy-egy ilyen partira, úgyhogy bízunk benne, hogy most is ilyen létszámmal fogjuk zárni a napot, és hogy mikorra érünk a sütögetésre, az már szürkületben szokott megtörténni, tehát olyan 7-8 óra körül szoktuk zárni ezeket a partikat. Az ősz beköszöntével milyen további programokkal készül majd a Kipkop Gyerekház? Hát izgalmas lesz a szeptember számunkra, nem csak a gyerekházban, amiatt lesz egy úgymond retextiles napok fognak nálunk lenni, aminek már volt korábban egy beharangozója, és ezzel kapcsolatosan lesz egy úgymond képzés majd nálunk, ahol használt ruhákból lehet megtanulni majd, hogyan lehet hintát készíteni, vagy használati tárgyakat, játékokat, labdákat, illetve lesz majd egy szakmai nap is, a gyerekesély programmal közösen fogjuk majd ezt szintén szeptemberben lebonyolítani, de természetesen a gyerekház minden napjai, minden héten, hétfőtől péntekig, reggel 8-tól délig várjuk majd a hozzánk látogatókat, és minden héten majd valami újabb és újabb rendezvénnyel fogjuk a hozzánk látogatókat várni. A mostani délután kerül sor a Kipkop Gyerekház nyárbúcsúztató kerti partijára. Ennél az asztalnál éppen mit lehet csinálni? Hát ennél az asztalnál éppen CD-re ragaszgatunk különböző anyagokat, és akkor ilyen gyönyörű, szép kis akasztós díszeket nyerünk belőle. Ez most éppen szalvíta technikával van, de sima papírral pedig ilyen kis aranyos Angry Birds-eket csinálunk. Ragasztásos technikával. És az ott látható gyöngyöket még mire lehet használni, felhasználni? Ide a lábára fölkötjük, és akkor ilyen jó kis lógos, jó pofa kis dísz lesz belőle. Minden kipkopos rendezvényen jelen szoktál lenni? Segíteni szoktál? Hát ugye legtöbbre. Ilyen jövök, segítek, mert olyan jó kis közösség. Akár a szülőkkel, ugye, akár a volt kolléganőkkel, úgyhogy szeretek itt lenni, igen. Akkor összességében úgy látod, hogy ezek egész jó családi kikapcsolódási lehetőségek mind a szülők, mind a gyerekek számára? Hát lehet azt mondani szerintem, és akkor nem is túloztam nagyon, hogy majdnem, hogy egyedülálló kisteleken ez a Kipkopnak a tevékenysége, ahogy így összefogják a családokat, és a különböző programokat biztosítják. Mindenféleképpen a környező településeknek is minta jellegű, szerintem minta értékű. Itt vagyunk a Kipkop Gyerekház nyárbúcsúztató kerti partiján. Ennél az asztalnál jelenleg mivel lehet itt foglalatoskodni?
Hát itt ilyen nagyon szép kis poharakba makkot gyűjtenek a gyerekek, és gombákat festünk rá. Ehhez kell ilyen kis cserép, ezt festik ki piros festékkel a gyerekek, és bepöttyözik. Tulajdonképpen utána csinálunk egy szárát neki, azt pedig úgy oldjuk meg, hogy így, gyurmával, igen, és akkor így, és így bele. És akkor jól látjuk, hogy a kislány is már neki kezdett éppen egy katicabogárnak. Hát igen, ő egy kicsit egyedi katicabogarat csinált, ő először befestette pirosra, majd fehérre, de hát így is szép lesz. Mindegyik kipkoppos rendezvényen itt szokott lenni? Jelen szokott lenni? Igen, én beszoktam segíteni minden kipkoppos rendezvényen. És mi a véleménye ezekről a rendezvényekről? Mennyire jó családi programok, kikapcsolódási lehetőségek mind a szülők, mind a gyerekek számára? Teljesen jó. Nagyon jó kis vasárnapi program a kisgyerekes családoknak. Itt vagyunk a Kipkop Gyerekház által szervezett nyárbúcsúztató kerti parti egyik állomásánál. Ennél az asztalnál éppen mivel lehet foglalatoskodni? Hát itt gyömözkét fogunk készíteni, és a gyömözke ugye lufiból, és mi most homokkal fogjuk megtölteni, azt a gyerkőcök nagyon szeretik, úgyhogy oda is adom a lufit meg a Tölcsér Csillának, és majd Alex segít megtölteni ezt a lufit homokkal, utána elkötjük, meg hogyha kötünk rá egy kis gumit, akkor lehet jojózni is vele, hogyha nincs annyira megtöltve, és mindenféle figurát lehet belőle készíteni, azért hívják gyömözkének, úgyhogy utána rajzolunk majd neki szemet, orrot, szájat, a szülőknek stresszoldó labdának is nevezhetjük, a gyerkőcök meg nagyon élvezik, hogy meg lehet tölteni, és utána bármivé lehet formázni, úgyhogy nálunk ezt lehet most készíteni. A most következőkben az arasznyi emberkék francia népmesét hallgathatják meg kicsik és nagyok Molnár Éva hangulatos előadásában. Jó szórakozást kívánunk! Arasznyi emberkék. Francia népmese. Volt egyszer egy király meg egy királyné, meg két leányuk. Egyiket hívták Hajnalkának, a másikat Napszálatnak. Hajnalka volt a szebbik, szülei jobban is szerették, mint a húgát, és amikor a hercegnők megnőtek, megértek a férhez menésre, a király meg a királyné pompás táncvidagságot rendezett, meghívták a környék valamennyi nagyurát, hercegét. Kezdetben mindenki Hajnalkát kérte táncra, mert ő volt a szebbik. De mert cseppet sem volt kedves, csak egyszer táncoltak vele. Bezzeg, annál vígabban járták Napszálattal, aki olyan bájos és kedves volt, hogy vigalom végén mindenki köréje sereg lett. A szép Hajnalka meg árulhatta a petrezselymet. A király úgy fölbőszítette ez a rajongás, hogy el is határozta, hogy még azonnal az éjjelen megszabadul Napszálattól, mert akkor az udvarok Hajnalkához készerülnek. Alig várta, hogy véget érjen a vigasság. Napszálatot maga elé hivatta, és így szólt. Leányom, most mindjárt indulj tündérkeresztanyádhoz. De apám, felelt a leány, sötét éjjel van, félni fogok magamban az úton, aztán meg fáradt is vagyok. Hagyd, hogy várjak holnapig. Nem lehet, mondta a király. Most mindjárt el kell menned. Kapsz egy kosár útravalót, és a lovászom majd elkísér. Napszálat lóra ült, és elindult a lovász kíséretébe. És mikor már jó darab utat megtettek, Napszálat a sok táncol fáradtan így szólt a kísérőjéhez. Szeretnék aludni, csak legalább egy kicsit, így nem bírom tovább. Le is szállt a lováról, a lovász egy csomó muhát szedett, fekhelyet készített neki, az elemózsiás kosárkát meg a feje alá tette. Hamarosan mély álomba merült. Csak ezt várta a lovász, nyerekbe pattant, sorsára hagyta a király parancsolata szerint. Nézett is nagyot szegény király kisasszony, mikor fölébredt, egyes egyedül az erdő közepén, kiálthatna, senki se hallaná meg. Egész álló napon át kereste az ösvényt, de az éj hamarabb leszállt. Senkit nem talált. Már nagyon éhes volt, és megette az útravalóját. Aztán fölmászott egy fára, hadd lássa,
nem pislákol-e valahol valami fény, valami világosság? De semmit se látott. Reggelig a fán maradt. A vadállatoktól védettem. Másnap ismét ungott berket bejárt, az erdőből kitaláljon, de hiába. Este megint fölmászott egy fára, hát ha felfedez valami világot. De semmit se látott. A tegnapinál is szomorúbban éjszakázott ott fönt a fán. A harmadik napot is így töltötte el, s már gyökereket, bogyókat evett a nagy éjségében, és este már ismét csak fölmászott a fára, hogy körülnézett. Hát ekkor csak mit lát? Messze-messze, tán az erdőn is túl, sok-sok fénylő kocka. Talán valami kastély ablak sora. Majdnem elkiáltotta magát már örömébe, de azért nem szállt le a fáról. Az éjszakát így gunnyasztotta végig, mint valami madár. Mihelyt megvirat, elindult, és addig ment mendegét, míg egy pompás kastélyhoz nem ért. A kastély csupa kristályból építették, úgy csillogott, villogott, hogy majd kiégette a szemét. Kopogott is, kopogott egyszer, kopogott kétszer, kopogott háromszor, s íme, harmadszorra vékonyka hangokat hallott a kapu mögül. Ki van kint? Ki zavar minket? Kérdezte valakik. Nem sokára 12 ícike, picike emberke futott elő. Hatan fölemelték a kilincset, hatan kinyitották a kaput, és azt kérdezték. Ki vagy, mi vagy, te szép leány? Királylány vagyok, eltévedtem az erdőbe, hadd lépjek be a palotátokba, mondta napszálat. Lépj be, biztatták az emberkék. Gyer, kérd meg szépen az úrnőnket, hogy nála maradhass. Sok-sok szobán át vezették, míg az úrnő elé értek. Nem volt az más, mint egy szép fehér macska. És így szólt hozzá. Szívesen befogadlak a kastélyomba, de csak azzal a feltétellel, ha nem próbálsz kijutni innen, és sohasem tagadod meg nekem az engedelmességet. Megfogadom, megfogadom, felelte a holtra fáradt napszálat. Erre a fehér macska, gondolván, hogy a király kisasszony éhes, megparancsolta a törpéknek, lássák el minden jóval. Hoztak is mindjárt mindent, 4 egy tálat a vállukon, 3 egy palack bort, 2 másik egy poharat cipelt, és még sok-sok törpécske sürgőt forgott a fehér macska körül, és várta a parancsát. Napszálat nem sokat kérette magát, asztalhoz ült, és alaposan belakmározott a sok finomságból. Utána megkérdezte a fehér macskát. Hát, jól érzed magad itt nálam? Pompásan felelte napszálat. Nos, ezentúl naponta élvezheted a kényelmet, most pedig megmutatom a kertemet. Azzal egy tágas kertbe vezette, ahol szebbnél szebb fák, mindenféle virág volt. Szép nagy kerted van, láthatod. Sétálhatsz benne kedved szerint, virágot, gyümölcsöt, amennyi jól esik, annyit szedsz. Csak éppen a tóhoz nem szabad közelítened. Ha nem engedelmeskedsz, keservesen megbánod. Napszálat engedelmességet fogadott, és ettől a naptól le is járt sétálni a kertbe. De nem állhatta meg, hogy a tóra bár egy pillantást ne vesse. Éppen a tilalmassága csábította erre. Egy napon, mikor a fehér macska nem volt odahaza, mind közelebb és közelebb merészkedett a tóhoz. Látta a ringót, a virózsákat is a tükrén. A tóból hirtelen egy zöld kígyó csúszott elő. Napszálat ijedtében hátrálni kezdett, de a kígyó szelíd hangon így szólt. Ne félj tőlem, szépséges király kisasszony, nem bántalak. Esedezem, maradj itt és beszélges velem. Olyan régen nem beszélgetett velem senki. A király kisasszony megnyugtatta ez a beszéd, így ott is maradt. Hosszan eltársarogott a kígyóval. Végre elérkezett, meglátta az időt, hogy most már búcsúzzon. Isten áldjon, kígyó, most már mennem kell. Igen sok időt töltöttem itt veled. A kígyó megértette, és megígértette vele, hogy most máskor is eljön.
és szépen visszasiklott a tóba. Ahogy napszállat betette a lábát a kastélyba, a fehér macska elé állt és megkérdezte. Hol voltál, leányom? A kertben, felelte napszállat. A kertben az igaz, mondta a fehér macska, csak hogy a tilalmam ellenére a tóparton is voltál. Büntetésül a törpék most mind teleszórják hajadat bogáncsokkal. Alig, hogy kimondta, az emberkék körülfogták napszállatot, és marékszám kezdték dobálni a szúrós bogáncsot a hajába. Egy szempillantás alatt több bogáncs volt a fején, mint haj. Volt mit killódnia aztán, mire kiszedte ezt a rengeteg bogáncsot a hajából. Bezzeg, hogy megígérte, hogy soha többet nem teszi a lábát arra. De hiába, folyton csak a zöld kígyó járt az eszébe, és egy nap, amikor a fehér macska megint úton volt, olyan ellenállhatatlan vágy szállta meg, hogy le kellett lopóznia a tóhoz. A zöld kígyó a gyepen hevert, jól lesoványodott azóta, és panaszos hangon mondta. Már azt hittem, szép király kisasszony, hogy végleg elfeledkeztél rólam. Szívem majd megszakadt bánatába. Gondoltam rád, éppen eleget, mondta napszállat, de olyan csúnyán bűnhődtem miatta, hogy nem mertem újból idejönni. Azzal megint alapos társalgásba feledkezett a kígyóval, és így telt el a nap, hogy észre se vették. És amikor belépett a kastélyba, a fehér macska elébe toppant, és nagy mérgesen visorogta. Már megint megszegted a tilalmat, ígéreted semmit sem ér, ezért elnáspágoltatlak, hogy megemlegesd, amíg csak élsz. Az arasznyi emberkék abban a pillanatban megragadták, odakötözték egy cifra oszlophoz, és úgy elkezdték suhogtatni egy-egy veszővel, hogy kéket zöldet látott már ilyettébe. Utána napokig ki sem merte tenni a lábát a palotából. Egyszer, amikor bánatosan hevert az ágyán, valami sziszegés ütötte meg a fülét, és talán csak. Ott a kígyó, még soványabb volt, mint valaha. Nagy beteg vagyok, mondta a kígyó. De ha hozzám jönnél feleségül, meggyógyulnék? Napszállat szerette ugyan a zöld kígyót, de arra nem tudtam egy könnyen rászánni magát, hogy feleségül menjen hozzá. Attól fogva minden nap eljött, és megkérdezte, akar-e a felesége lenni. És napszállat minden nap visszautasította. Aztán egyszer csak nem jött többet. Túlságosan beteg volt, csak hogy a kastélyig már nem bírt elvánszorogni. Ekkor napszállat, aki közben megint összeszedte magát, a macska fenyegetésével mit sem törődve rászánta magát, hogy meglátogassa a tópartját. Ott találta szegényt haldokolva. Fejét is alig tudta már moccantani, a szíve úgy megesett rajta, hogy azt mondta. Nem bánom, feleséged leszek, ha ettől fogsz meggyógyulni. És az ölt kígyó rögtön meggyógyult. Napszállat pedig rettegve osont vissza a kastélyba, hogy most már a fehér macska biztos szűrjen megbünteti. De csodák csodája, még csak egy szóval se illették. Másnap napszállat nagy sürgésforgásra ébredt. A törpék virágfüzéreket fontak, tortákkal szaladgáltak, arany erős tányérokkal hurcoláztak jobbra-balra. Miféle ünnepség készülődik? Kérdezte. Majd felvetette már addigra a kíváncsiság. A te esküvődre, szép király kisasszony, kiáltozták a törpék. Aztán érte jöttek, talpig sejembe öltöztették, kék volt a ruhája, mint a mennyboltozata, a hajában csillagkorona szikrázott. Ez volt a zöld kígyó ajándéka. Így vitték ki a násznép elé. Voltak ott királyok, királynék, hercegek, hercegnék a világ minden tájáról. Köztük láthatta a szüleit is, meg a nénjét, Hajnalkát. A zöld kígyó melléje szegődött, és indultak az oltár elé. Micsoda vétek, ilyen szépséges király kisasszony egy inci-finci kígyóhoz adni, sóhajtoztak a vendégek, és meg is könnyezték. Akarsz-e a kígyó felesége lenni? Kérdezte a püspök napszállattól ott az oltár előtt. Akarok,
felelte bátran. S mihelyt kimondta, a kígyó világszép királyfivá változott, s a pöttömnyi emberként mind derékszál legényekké, a fehér macskából meg gyönyörűséges királynő lett. A gonosz tündér volt, varázsolt el valamennyiüket, és addig a napig éltek ilyen csúságos rontás alatt, míg nem akadt egy leányzó, aki tilalom ellenére is hajlandó a kígyóhoz menni feleségül. És aztán csaptak egy nagy-nagy lakodalmat, vigasságot, a szép kastélyban volt ott eszemiszom tánc, muzsika, hét állónap, hét éjszaka. Mint a Kistelki Általános Iskolában, így az Árpád-Fedelem Katolikus Gimnázium és Szakközépiskolában is sor került az évnyitóra. A rendezvényt követően Tóth Gabriella, az intézmény vezetője beszélt a tanévkezdésről, az osztályok létszámáról, valamint a jövőbeni tervekről. Ünnepélyes megnyitóval indult útjának a 2015-2016 éves tanév itt a Kistelek Árpád-Fedelem Gimnáziumban. Hány új osztály van, illetve hány új tanuló érkezett a létesítménybe? Egy 9. osztályt tudtunk indítani, viszont ők vegyes profilú osztály, szerettük volna mindenféleképpen megtartani a gimnáziumi és szakközépiskolai hagyományainkat, úgyhogy most úgy sikerült a beiskolázás, hogy a 26 fős osztályunkból 16-an gimnazisták, és 10 pedig gazdasági szakközépiskolások, akik majd egyszer, ha elérkeznek az érettség, illetőleg a szakmai vizsgákhoz, akkor vagy postaüzletügyintézők, vagy logisztikai ügyintézőként fognak végezni 5 év után. Vannak esetleg új célkitűzések itt a gimnáziumban, amit szeretnének esetleg elérni, mint tanári kar, esetleg vezetőség által? Azt gondolom, hogy az összes tanár nevében mondhatom, hogy nagyon nagy kihívás elé nézünk ebben a tanévben, ugyanis 4 végzős osztályunk van. Ebből 3-at érettségihez kell juttatnunk, egy gimnázium, egy szakközépiskola, illetőleg az esti tagozatos tanulóinkat, akik most ugyan nem voltak itt a tanévnyitón érthetően, hiszen ők dolgoznak, viszont már 3 éve ők is az iskolánk tanulói, és ez az év lesz számukra is az érettséginek az éve. Ugye ők felnőttek és munka mellett dolgoznak, tehát számukra sem lesz könnyű, illetőleg a szakképző évfolyam, amelyet tavaly tudtunk indítani, logisztikai ügyintéző szakosok, ő számukra is ez az év lesz a szakmai vizsga megszerzésének, a szakképzettség megszerzésének az éve, úgyhogy kemény munka szempontjából ez lesz a legnehezebb, hogy ugye a tanév során olyan tudást kell számukra biztosítani a mi oldalunkról, nekik természetesen azt, hogy ezt a tudást birtokba is vegyék, hogy aztán minél sikeresebben le tudjanak érettségizni, hiszen sokan tovább szeretnének tanulni, ehhez nagyon fontos a jó vizsgaeredmény, illetőleg aki pedig szakképzettséget szerez, akkor ugye minél sikeresebben tegye ezt meg, hogy aztán könnyebb legyen a munkába állás. Nemrégiben zárult a pótvizsga időszak. Hány diák került pótvizsgára, illetve hánynak sikerült teljesíteni? Azt mondhatom, hogy körülbelül a diákoknak a 10%-a kellett, hogy pótvizsgázzon, és ebből a diákszámok körülbelül 80%-uk sikeresen vette. Ebben voltak osztályozó vizsgák és nem csak javító vizsgák, hiszen ha valaki új tárgyból vizsgázott, vagy magántanuló volt, akkor számukra, és ez a vizsgaidőszak át rendelkezésre, hogy teljesítsék a követelményeket. Nagyon örülünk azoknak, akiknek sikerült, voltak köztük olyanok is, akik több tárgyból vizsgáztak, és remélem, hogy tanulságos volt számukra ez a nyár, hogy ugye nem felhőtlenül és vakációval tölthették el, hanem még itt is kellett tanulniuk. Milyen programok várhatóak még a közeljövőben? Formálódik ugyan a munkatervünk, viszont az már biztos, hogy a szeptember-október hónap a 9-esekről szokott szólni, hiszen azon kívül, hogy ők gólyatáborba vettek részt a tegnapi és tegnap előtti napon, még csomó olyan program, tevékenység, vetélkedő vár rájuk, amelyik azt a célt szolgálja, hogy ők összekovácsolódjanak és minél jobb osztályközösséget alkossanak. Úgyhogy lesz majd gólya hét, amelyet gólyaalvatás követ szeptember végén, illetőleg hagyományosan szeptemberi programunk még az Árpád nap. Ugye ez egy olyan tanítás nélküli munkanap, amelyről a diákönkormányzat dönt, hogy mit csináljunk és hová menjünk.
Eddig ugye rendszeresen budapesti programok kerültek terítékre, most lehet, hogy ez az idén változni fog, de egyelőre még szervezés alatt van ez a program. Illetőleg a másik oldala, a nagyon fontos tevékenységünk szeptembertől körülbelül november végéig a beiskolázási tevékenység, hiszen nagyon nagy hangsúlyt kell fektetnünk arra, hogy jöjjen mindig az utánpótlás, és legyenek érdeklődő diákok, akik nálunk szeretnének tovább tanulni. Tehát október-november hónapban a számukra is nagyon sok programot fogunk itt szervezni a mi kizépiskolánkban, illetve meg is látogatjuk őket a környező települések általános iskoláiban. Szabadi Lívia, Intelem, te fiatal, ki nyárúton nem vágysz vissza iskoládba, te dacos, napon barnuló, anyuka szemfény csodája, a tanulás nem áll soha, s az élet ifján így kerek. Hiszed, hogy sorsod mostoha, elhiszem, hisz rég hittem ezt. Ma már jól tudom, hiányzik toll, papír, Intelem, szigor, tanár, társ, buró, világnyi látomás, a kamaszvigyor, de emlékét rég őrzöm én, s okul a balga hibámból, tanulni most, tanulni még, tanulni többet vágyok, látod? Héte, ne lőj bakot nagyot, csak tanulj, okulj még lehet, magadnak tanulsz, nagy vagyon, így lelhetsz örök kincseket. Nógrádi Gábor, hogyan neveljük magunkat az együttérzésre. Megérteni az osztálytársunk fájdalmát, mert egyest kapott, nincs is annál szebb dolog a világon. Nem szép, ha az ember arra gondol, hogy hál' Istennek, ma sem engem hívott ki a Pintácsi, hanem azt az idióta Dezsőt. Nem szép, ha azzal nyugtatgatjuk magunkat, hogy a Dezsőnek már úgyis mindegy, mert annyi karója van, hogy bekerítheti velük a parlamentet. Mennyivel szebb dolog átérezni a Dezső fájdalmát? Helyezkedjünk csak bele az ő lelkének világába. Mi lett volna, ha minket hív ki a Pintácsi? Ha minket trancsíroz fel fizikából, mint Malvin néni a bontott csirkét? Mi van, ha mi kapunk arót? A legjobb módszer, ha ilyenkor magunk elé meredünk, és azt mondogatjuk magunkban mély szomorúsággal,
szegény Dezső, miért vagy te olyan lüke, szegény Dezső? Vagy valami efféle kedves, együttérző mondatot. Minden esetre egy dolog fontos, ne üljön ki arcunkra az elégedettség, mert ezt az órát megúsztuk felelés nélkül. Érezzük át a Dezső fájdalmát, ahogy padjáig vánszorog, megrodjanva az egyes és az élet súlya alatt. Forgassuk meg fejünkben a meleg és emberbaráti gondolatot, hogy Dezső ugyanolyan ember, mint mi. Kicsit agyalágyultabb, mert nem látta, hogy a kata üvöltve súg, de azért nem kell körbe röhögni hangosan. Vigyázat, holnap mi lehetünk az ő helyében. Tényleg, vajon Dezső mit csinálna, ha mi felelnénk, mi kapnánk arót és mi vánszorognánk a padunk felé? Vajon ő együtt érezne velünk? Vajon az ő arcára is kiülne az a méla, szomorú fájdalom, amivel mi megpróbálunk a szemébe nézni? Nem. Ismerjük Dezsőt. Dezső röhögne. Dezső röhögne, és azt mondaná, barom, a Kati kiesett a szoknyájából, úgy súgott. Én mégis azt mondom, próbáljunk Dezsővel együtt érezni. Gonosz egy gyerek, de mi legyünk jobbak, élszöbb szívűek, mint ez a mezei orángután. Mutassunk példát, mert a példa ragadós, mint a kutyagumi. Nem érdemli meg, de lépjünk oda hozzá szünetben, és fogjuk meg a kezét, és vigasztaljuk meg baráti szavakkal. Sok szeretettel köszöntöm tanítványainkat, tisztelettel és szeretettel üdvözlöm kollégáimat, az iskola valamennyi dolgozóját, szülőket. Ünnepségünk minden kedves vendégét, az Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Szakközépiskola 2015-16-os tanévnyitó ünnepségén. Régen a magyar falvakban ősszel kipakoltak mindent a házból, kimeszeltek és kijavították a vakolat hibáit. A gazda számot vetett arról, hogy mit tett jól, és hogy mit fog másképp tenni a jövő esztendőben. Nekünk is érdemes így tennünk, kipakolnunk, végignéznünk és helyre raknunk a nyári élményeket, tapasztalatokat, hogy aztán a tanév során mindig a legmegfelelőbbet tudjuk elővenni, használni. Emellett érdemes felfrissíteni is az elmúlt tanév tanulságait, és azok alapján tervet összeállítani. Egy olyan tervet, amelynek elkészítéséhez az iskola valamennyi szereplőjének, diákoknak, pedagógusoknak, munkatársaknak, szülőknek, fenntartónak hozzá kell tennie valamit, a megvalósításból pedig részt kell vállalnia, hiszen enélkül ma már alig, ha lehet egy iskolát fenntartani, fejleszteni. A sikeres munka feltétele több lábon áll, épp úgy része a helyi társadalom együttműködése, összefogása, bizalma, mint kollégáim és munkatársaim alázatos, becsületes és felelősségteljes munka végzése, a fenntartó részéről pedig a nyugodt működés feltételeinek megteremtése. De mivel a tanulás és munkanélküli iskolát még nem találták fel, éppen ezért egy iskola eredményessége és sikeressége nagyban múlik diákjainak hozzáállásán, munkáján és tanulásán is. Kedves diákok! Egy jó tanév megalapozásához, sikeres elvégzéséhez többek között pontosságra, szorgalomra, következetességre, toleranciára, önfegyelemre, külső és belső környezetünk megóvására van szükség, illetve egy olyan tulajdonságra, amelyet kiveszőben látok, de az érvényesülésnek viszont nagyon fontos feltétele, ez a kitartás. Miért kiábrándító, miért nem vonzó ez a szó, és főleg ez a tartalom, hogy kitartás, kitartó, kitartani? Mi van benne, mögötte, mellette, ami taszít? Ha valaki kitartóan végez, csinál valamit, biztos hosszú ideig teszi. Márpedig a mi felgyorsult életünkben gyorsan, minél előbb végére kell jutni a dolgoknak, minél hamarabb valami eredményt kell elérni, nincs idő totojázni, piszpogni, vacakolni. Ami sokáig tart, unalmassá válik, és olyan tág a világ, annyi mindent lehet, kell mindig újat látni és hallani. Ha egy valami leköt, akkor sok minden máshol lemaradhatunk. A kitartásban semmi könnyedség, semmi lezserség nincs. A kitartás izzadságszagú. Nem kell hozzá nagy ész, különös tehetség, találékonyság, innovatív szellem, bátorság. A kitartásban nincs semmi spontaneitás. Kitartásra általában valami külső körülmény, mások akarata, a diák életben ugye a szülők, tanárok ösztönzése kényszeríti az embert. No, de itt álljunk meg egy pillanatra. Mi van, ha nem mások akarata, nem külső körülmény kényszeríti az embert kitartásra? Mi van, ha magam döntök úgy,
hogy kitartó leszek. Nem addig, amíg megváltozik körülöttem a világ, csak addig, amíg én elhatározom, eldöntöm, hogy amíg ezt a feladatot el nem végzem, nem állok fel. Csak addig, amíg ezt a mulasztásomat nem pótoltam, nem kapok bele új dologba. Csak addig, amíg a hibát, a bűnt, amit elkövettem, ki nem javítom, meg nem bánom. Csak addig, amíg a szokást, amit magam is rossznak tartok, el nem hagyom, nem leszek jobban magammal. Próbáld ki, mi van, mi történik ilyenkor, de én is megjósolhatom. Nem fáradt leszel az elvégzett feladat munka után, hanem elégedett. Nem idegeskedéssel viseled tovább a mulasztás terhét, hanem felszabadulsz. Nem nyomaszt a hibád, a bűnöd, hanem sokkal több energiád, sokkal több erőd lesz. A kitartásnak ugyanis ez a titka, ez a lényege, lelki erőt ad. Minél kitartóbbak vagyunk, annál többet. Olyan, mint a szeretet, minél többet és tovább fogyasztod, minél inkább élsz vele, annál több lesz a birtokodban. Kívánom, hogy ebben a tanévben minél több diák élj át ezt a lelki állapotot. Kedves 9. osztályosok! Ti bizonyára most nagyon izgultok, annak ellenére, hogy túl vagytok a gólyatábori ismerkedésen, vidám programokon, játékos vetélkedőkön, amiért itt mondok köszönetet mindazoknak, a tanároknak, segítő diákoknak, Antal Imre plébános úrnak és minden közreműködőnek, akik ezt nektek lehetővé tették. Mi szeretettel fogadunk titeket, és megnyugtatlak benneteket, hogy mi tanárok mindent megteszünk azért, hogy jól érezzétek magatokat iskolánkban, és sikereket érjetek el a 4 év alatt. A tanévnyitó alkalmával szeretnénk benneteket ünnepélyes keretek között is AFG-s diákká fogadni, mégpedig az iskola emblémájával ellátott sál és nyakkendő átadásával. Felkérem a 10. A-osztályosokat, hogy adják át a sálakat és a kendőket, benneteket pedig arra kérlek, hogy minden alkalommal, minden ünnepi alkalommal viseljétek ezeket az együvé tartozás jelképeként. Kívánom nektek, hogy sikeres legyen a beilleszkedés, és nagyon sok kellemes, hasznos és tanulságos pillanatot, órát, napot, sőt hónapot töltsetek el itt az iskolánkban, osztályfőnökötökkel, Hudák Éva tanárnővel együtt. Kedves végzős diákok! Titeket is külön köszöntelek középiskolai tanulmányaitok legutolsó tanévnyitóján. Mozgalmas, erőt próbáló év vár rátok, de sok felemelő, életre szóló élmény és feledhetetlen emléket nyújtó események is. Gondoljátok át, ti mit szeretnétek. Jelenlegi eredményeteken még lehet javítani, de akár rontani is. Az iskola szándéka az, hogy kiválóan teljesítsetek. Sokat fogjátok még hallani, és sokféle formában azt a szót, hogy érettségi a tanév során. Nem véletlenül, hiszen erre készültünk és készülünk a 4 év során. Addig azonban, amíg a kezetekben nem érezhetitek az áhított bizonyítványt, nagyon sok munka vár még ránk. Kívánom nektek, hogy érezzétek magatokat jól, tudásban és emberi értékekben, viselkedésben egyaránt gyarapodjatok. Azt kérem tőletek, hogy fogadjátok meg a jó szándékú segítő szavakat. Tanuljatok és viselkedjetek példamutatóan, mutassatok mindenben jó példát az itt álló 9. osztályosoknak. Tisztelt jelenlévők! Mielőtt hivatalosan is megnyitom az új tanévet, megragadom a lehetőséget, hogy néhány fontos nyári történésről beszámoljak. Diákjaink egy része tanárunk kíséretében nyári nyelvi táborban volt. Takács Gizella és Jaksics Józsefin tanárok angol és német nyelvű tábort szerveztek Szilvásváradon, ahol a nyelvórákat sok érdekes szabadidős program követte, mindezt a ProArt Művészeti Iskola nyertes pályázatának köszönhetően. Élvezhették nyereményüket az Etipaf csapat tagjai is a Balaton Soundon, amelyet az évvégi Energy Factory vetélkedőn történt sikeres szereplésükért kaptak. Tudom, hogy többen közületek dolgoztak a nyáron, remélem jutott idő arra, hogy barátokkal vagy szülőkkel nyaralni menjetek. Voltak azonban néhányan,
akik ennek elő kellett venniük ugye a tankönyveket és füzeteket, hogy javító vagy osztályozó vizsgát tegyenek. Többségüknek ez sikerült is. Gratulálunk nekik, és remélem, hogy nem akarnak maguknak még egy ilyen nyarat. Tárgyi feltételeinket illetően lényeges változást jelent a fűtésrendszer korszerűsítése, amely a napokban véget ért. Némi utómunkálatokra és próbafűtésekre lesz már csak szükség a végső átadás előtt. Megtörtént a tavaly nyári felújításból kimaradt termek és folyosók újrafestése is, így az épület nagy része tisztán és frissen festve várja a munkára kész diákokat és pedagógusokat. Köszönetemet fejezem ki a nagyértékű fejlesztésért a fenntartónak, dr. Kisrigó László püspök úrnak és Barabás Honorné főigazgatóasszonynak. Köszönöm az iskola alkalmazottainak a lelkiismeretes nyári munkavégzést. A változásokhoz tartozik, hogy változott a tanári kar összetétele. Lőrinc Anna és Tóth Éva tanárnők a csökkenő osztály és tanuló létszám miatt máshol folytatják nevelőoktató tevékenységüket. Ezután is megköszönöm munkájukat, és kívánok mindkettőjüknek további sok sikert szakmai pályafutásukban és magánéletükben is sok boldogságot. Viszont vannak új tanárok is, akik óraadóként segítik az osztályok munkáját. Visszatér Horváth Ágnes tanárnő éneket tanítana 9-10. Osztályban, és a 14. évfolyamos logisztikai ügyintéző szakképzésben résztvevőket fogják tanítani szakmai tárgyakra Döme Ferenc, Krajcsovics István és Szabó Tibor tanárurak. Nagy tapasztalattal bíró tanárokról van szó, akik maximálisan tudják segíteni az OKJ vizsgára való felkészülést, ezért kérlek benneteket, szakképzős évfolyamosok, hogy használjátok ezt ki, tanuljatok minél többet tőlük, hogy a tanév végén, szakmai vizsgák után mindenkinek átadhassuk a logisztikai ügyintéző végzettség megszerzését tanúsító bizonyítványokat. Megköszönöm a kedves szülők bizalmát, hogy gyermekeiket hozzánk iratták be, elismerve eddigi eredményeinket és bízva abban, hogy nálunk kibontakozik a bennünk lévő tehetség, és emberileg, lelki és erkölcsi szempontból, de szakmai területen is teljesítik az elvárásokat, és megszerzik azokat az alapokat, amelyeken felépülhet egy becsületes, boldog és sikeres emberi élet. A jó iskola egy egész életre meghatározza az ember gondolkodását, életvitelét. Egyházi iskolánkban a diákok tudásának szélesítése mellett fontos cél a hit ajándékának elnyerése és szilárd erkölcsi értékrend megszerzése és a hazaszeretetre nevelés is. Kedves kollégáim! Kérlek benneteket, hogy az új tanévben is dolgozzunk együtt közös céllal, közös akarattal. Törekedjünk arra, hogy az év folyamán minél több tanulónk érjen el sikereket tanulmányaiban. Bár az iskola alapvetően a tanulásról szól, nagyon fontos az is, hogy élményeket adjon. Igyekezzünk megérteni tanítványainkat, legyünk gondoskodó szülők, felkészült és nyitott pedagógusok. Járuljunk hozzá, hogy tanítványaink olyanokká legyenek, akik az Úr dicsőségét hirdetik, és a nemzet szolgálatát vállalják. Róth Márta költőnő versének sorai vezessenek feladatunk megvalósítása során. Kezedbe teszem a könyvet, hogy vezessenek a sűrű ködben. Kezedbe teszem az átlátszó kristályt, hogy lásd a szépet, keresd a tisztát. Kezedbe teszem a gyertyalángot, világíts annak, aki bántott. Kezedbe teszem a szőtt takarót, takard be az árván fázót. Kezedbe teszem a fénylő kulcsot, hogy meleg legyen és várjon az otthon. Indulj hát, s hívd magaddal a gyerekeket, hogy kezükbe tehesd a szeretetet. Ebben a reménységben a 2015-16-os tanévet megnyitom. Esztergom Andrea, hát hajrá új tanév! Itt állunk most újra, diáktársak együtt, kézenfogva kísér a nyári íze még. Szünetünk végéhez ért, a szeptembert köszöntjük, kíváncsian állunk elé, hát hajrá új tanév! Tanároknak százai készen állnak újra hát, szárnyuk alá kerül megint a sok csintalan diák. Lehet furcsa, mégis így van, vártam már az iskolát, s érzem az új tankönyveknek komoly tudásillatát. A régi arcok ismerősen mosolyognak vissza. Mind megváltoztunk, felnőttünk egy kissé. A sok-sok kis diáktárs egymást is tanítja, hogyan tegyük együtt a kötelezőt széppé. Feljebb lépünk mától, tanárok s diákok. Tudásszerző csatánk most veszi kezdetét.
Büszkén szembenézek, s várakozva állok, bíztassuk csak bátran, hát hajrá új tanév! Én is azt mondom, hogy hajrá új tanév! Szeretném megköszönni a 10. A-osztályosoknak és osztályfőnököknek, Hegedűsné Kövágó Katalin tanárnőnek a műsor megszervezését, Molnár Péter tanárónak a hangosítást. Most ugye 3 osztályfőnöki óra következik, ahol megismerkedtettek az órarenddel, az iskolai programokkal, további tanmenettel, esetleg a hiányzó könyveket még átvehetitek. Én még egyszer szeretnék nagyon jó munkát kívánni az elkövetkezendő tanévre, nagyon jó egészséget ehhez mindenkinek, és kívánom, hogy amit célt kitűztetek magatoknak, a sikerüljön megvalósítani. Úgyhogy ennek reményében fogjuk innentől kezdve eltölteni a napjainkat. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek! Augusztus 31-én a Mentorháló 2.0, valamint a Klik megyei és járási tankerületek segítségével egy szakmai nyílt nap került megrendezésre a Kistelki Általános Iskolában. Ezen program keretében Tari Anna Mária pszichológus tartott előadást Online gyerekek, offline szülők címmel. A most következőben ezt az előadást tekinthetik meg. És nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm körünkben Tari Anna Mária pszichológus asszony, aki már Klári is fölkonferálta, és én is azt gondolom, hogy remélhetőleg olyan instrukciókkal fog bennünket ellátni, hogy talán egy picit jobban megértsük, hogy miről is van szó tulajdonképpen a mai gyerekekkel kapcsolatosan. Mondom ezt én mai szülő, mai pedagógus, mert néha nem olyan egyszerű nekünk megérteni azt, hogy mi is mozgatja a világot igazából. Úgyhogy felkérem Tari Anna Máriát, hogy tartsa bennünket ezen előadását. Akkor
Szokásosan megkérdezném, hogy megjegyződhetünk. Szerkusztok, és nem fogom azt mondani, hogy részvétem, de kicsit ezt gondolom, hogy hajrá. Most indultok neki egy szép szakasznak. Szeretném előre bocsátani, hogy nekünk se könnyen, tehát a klinikusok is szépen látják mindazt, amit a digitális világ okozott, ami a személyiségváltozásokat illetően azt jelenti, hogy jelen pillanatban ugye három digitális generáció él körülöttünk, úgy, hogy kezd kisebbségben lenni az offline generáció, ugye azok az emberek, akik olyan szörnyű gyerekkortot adnak magukénak, amikor az utcában volt egy darab vezetékes telefon, otthon nem volt, csak papír alapú újság volt, emlékeztek, levelet írtunk papírra, elvittünk a postára, meg szóval ilyenek. Beszélgettünk face to face. Ha nyaralásból hazajöttünk, akkor nem a galériánkat mutogattuk, mert voltak szavaink arra, hogy beszéljünk. Most a legnagyobb, egyik legnagyobb veszély a kutatók szerint az, hogy a Z és alfa generáció, az alfa az, aki titeket inkább éri, de ez egybefolyik a Z közös tulajdonság listájával, hogy ők egyre inkább az online térben mennek a textek felé, azért, mert egyre inkább félelmetes átérni némely érzelmet. És most nem valami nagyon katartikus érzelemre gondoljatok, hanem mondjuk olyasmire, mint például egy bocsánatkérés, vagy mint egy nehezebb helyzetben valaminek a kérése. Ezt a textek kiváltják, ennek akkor nyilván az lesz az eredménye, hogy ilyen érzelem átélése egy valódi szituációban egyre kevesebbszer történik meg. A gyerekeknek ott van egy ilyen lehetősége, illetve most már legitim egérútja bármely social media felülettel, vagy iMessage-en, hogy online ezeket a helyzeteket lerendezik. Egyetlen egy probléma van, amit a klinikusok látnak, meg azt gondolom a tanárok is látnak, hogy ezt nagyon nem kell extrapolálni ahhoz, hogy azt lássuk, hogy oké, akkor a texteké lesz a jövő, jó, rendben van, akkor az érzelmeket mi kerüljük, oké, rendben van, de az élet alapvetően még ugye offline körülmények között zajlik. Tehát az is rendben van, hogy 2060-ra robotok vesznek körbe minket, és hogy lehet, hogy a mostani munkaerő 40-50%-án már nem lesz munkája, mert egy csomó minden kiváltódik majd az információ technológia segítségével, de még akkor is lesznek emberi helyzetek, amikor emberi módon kell viselkedni, és ebben nem az a baj, hogy a mai gyerekek nem tudnának emberi módon viselkedni, hanem az, hogy csúsznak el bizonyos értékpontok, és csúsznak el bizonyos régi hormonpontok, ahogy csúszik el a tekintélypozíciója az offline nemzedéknek, úgy csúszik el az is, hogy ma az empátia, az érzelmi intelligencia, a kölcsönösség, az egymás iránti tisztelet sem annyira népszerű. Nem azért, mert ez egy olyan generáció szerte a világon, amelyik direkt úgy született, hogy kis piszok lesz, hanem azért, mert a szülők meg a felnőttek nem veszik észre, mert általában tudattalanabbak voltunk van erre, nem veszik észre, hogy ez így szivárog el a térből. Mert mindenki éppen van foglalva azzal, hogy megmaradjon a maga pozíciójában, akár ezt értsétek úgy, mint munkahelyi pozíció, akár mint az életben elért egzisztenciális pozíció, hogy abból ne kelljen már lecsúszni. Ezért ha ma mondjuk egy pszichológus azt mondja egy szülőnek, akinek van egy rendes 12-13 éves gyereke, hogy legyen szíves, üljön már le egy héten kétszer beszélgetni vele, de nem 3 percet. Tehát nem a hazahoztad, elvitted, mit tettél, kaptál egyest, feküdj már le, tehát nem ebben a merítésben, hanem úgy tényleg, hogy érzi magát az a kölyök a bőrében. Ugye ezt kéne megtenni ma különösen, miközben ma különösen a szülők szerintem a többségük, nyilván olyan magamat is beleértem ebbe a fáradtsági zónába, hogy szerdán már szeretnék, ha szombat lenne, ugye? Mert hogy iszonyú sokat kell dolgozni, nagyon sokat kell kitartani. Ugye az offline generációk szinte minden nap szociális facilitációt működtetnek, ugye erőfeszítéseket tesznek. Egy nagy félelem, hogy az digitális generációk közül a két legfiatalabb nem fogja tudni, hogy mi az, hogy szociális facilitáció, mert neki már így ebből a szempontból nincs kedve ezt
így átérni, mert nem tudja, hogy hogy kell. Megdöbbentő, most én egy új köteten dolgozom, és ettől napig elmerültem szakirodalmakban, és elmerültem a Székely Leventéinek, van egy 2010, Magyar Ifjúság 2012, ami egy ilyen kézikönyv, kvázi a magyar lelki állapot vizsgálata, de a 15-től 29-ig terjedő korosztályban, és csak mondom, hogy jelen pillanatban hogy néz ki az élet. Ennek a 2012-es kutatásnak aztán megcsinálták még két adag elemzését, és végül 2013 végén kijött egy úgynevezett második kötet, ami már azért kvantitatív mellett kvalitatív elemzéseket is tartalmaz, és onnan megtudhatjuk, hogy a 10 magyar 15-29 éves korosztályban nagy mintán, 9000-es mintán, körülbelül 38% az, aki tanul, körülbelül 40% az, aki dolgozik, és körülbelül 19-20 az, amelyik se nem dolgozik, se nem tanul. És ezek 58%-a nem is tervez csinálni semmit, nem keres állást, nem keres iskolát. Ez nagyjából összesen egy következő adattal, hogy általában a megkérdezettek közül minden második teljesen reménytelennek látja az életet, munkahely, pénz, egzisztencia, fennmaradás szempontjából. Tehát amikor az általános iskolában ülnek még a gyerekek, akkor még van remény. Tehát ott még egy csomó mindent kellene alakítani azon, hogy ők nem muníció nélkül induljanak el az életben. És ezt nem a tanároknak kell csinálni, ezt a szülőknek kéne csinálni, de a szülők pont olyanok, mint régen a szülők, összes szülőt elnézést kérek, de a rendes szülő, ugye, vagy az átlag szülő mit csinál, beadja az iskolába a gyereket, és nagyon szeretné, ha feljavítva és minőségileg ellátva érkezne vissza. Pont mint mikor a kocsit beadjuk az autószerelőbe, beadom kicsit ilyen trohással, és adják már vissza, úgyhogy tök jól működik. Ez azt jelenti, hogy a mai szülő, amikor mondjuk a 6-7 éves gyerekének csinál egy bulit, és ma ugye ez nem ritka, hogy a gyerekek pláne egy jól ellátott családban iPad-ben rendelkeznek, és akkor a szülők így beszélgetnek, és aztán a gyerekek szobájából pedig sikítozás, visítozás hallatszik, hogy akkor bemennek, és mit csináltak a 7 évesek? Valaki letöltött egy pornófilmet, véletlenül. Mert hát azért ugye azt mégsem tudják úgy, hogy mi az, de ha már ott volt, megnézték, persze, hogy sikítoznak, visítoznak, és akkor a szülők bemennek a gyerekszobába, mindenki kimarja a saját gyerekét, eltereli, és aztán mit csinálnak? Mit csinálnak? Az, hogy semmit, azt hagyják, de előtte még azért, hát neki mennek egymásnak, igen. Rendes szülő elkezd veszekedni, hogy a te hülye gyereket volt, az nem az enyém. És ez persze olyan, mint egy nagyon régi minta. Régen is ilyen volt a szülő, hogy komplet vakfoltja volt a saját gyerekére, ez ugye társulni a tudattalan szülői képpel, miszerint én mindent megtettem. De ez a vakfolt tud akkora lenni, hogy nem lehet rálátni a gyerek valódi helyzetére, érzelmi státuszára, osztályban betöltött pozíciójára. Ilyenkor egy szülő, ugyanúgy, mint nagyon régen, az internet előtti özönvízkorokban, neki megy a másik szülőnek, mert az a tuti, ha önmagát önigazolások tönkelevével felmenti. Csak az a probléma, hogy ma ez pont nem ez az időszak. Ma igazság szerint minden hónapban kétszer össze kéne hívni a szülőket, és elmondani nekik, hogy nem lehet megtenni, hogy ne tudjanak a gyerekeik online életéről, nem lehet megtenni, hogy legyen egy képzet a fejükben arról, hogy milyen a gyerekük, és közben az mondjuk nem egyezik a valósággal, mert ez most egy sokkal veszélyesebb helyzet. Ez nem a 30 évvel ezelőtti helyzet, amikor Katikának az anyukája azt hitte, hogy Katika elég okos és biztos tanul, és Katika otthon lehazudott 3-3-ast, mert kicsit átcincálta 5-ösre a tetejét, és úgyse vette észre anya. Vagy ugye voltak azok a fiúk, akiknek az apja aláírása egyszerű 3 vonalból állt, és akkor simán alá lehet írni egy ellenőrzőt, ugye ezt mind ismerjük végről. Már, hát én nem, de már valaki. De hogy ez nem az a helyzet, amikor ilyenekre kéne vigyázni, hanem az a helyzet, amikor az utolsó pillanatban 0-14 éves életkor, amikor még információkat lehet szerezni egy gyerekről, és amikor vissza lehet húzni bizonyos dolgokat, amelyek a megszaladás irányába elindulnak. Ez azért mutatnám, hogy a megszaladás az úgy néz ki,
pontos énreprezentációról, az állandó megosztás következtében eltolódó intimitás határ eliminálódásról. Ez a dolog van. Zuckerberg gyönyörűen kitalálta, és ugyan hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ez mind azért ment, hogy egy óriás nagy kollégiumi hálószobát csináljon ő a világból, ahol mind szeretjük egymást a paplan alatt. A valóság az az, és ezt nem győzöm elég sokszor hangsúlyozni, hogy ez egy kőkemény üzleti terv, egy kőkemény olyan startup ív, ami ma ráadásul sokaknak inkább szörnyű illúzióvesztést okoz az életben, amikor azt hiszik, hogy Zuckerberg 2 című státusz az megszerezhető, nem szerezhető meg, csak akkor, hogyha a kockázati tőke befektető ismerőse valakinek, aki halmentó dollármilliárdokat fektet le az ügybe. De ami az összes többi social media felületet illeti, azok is már, ugye ott vannak azokon a csúcsokon, ahol tulajdonképpen a felhasználóik, a userek nagy tömegében ott találjuk az I és alfa generációt. Az Y is ott van, ugye az Y most 30-34 közötti, ő már lehet, hogy egyébként szülő, ő nekik egy külön fejezet szólna arról, hogy milyen Y generációként dolgozni X generációsokkal, ami nagyon nehéz, még egy iskolában is nagyon nehéz, kórházban is nagyon nehéz, rendelőben is nagyon nehéz. Nagyon nehéz, csak vigasztaló példa, ugye amikor én elmegyek előadást tartani olyan kollégáknak, akik nem valahogy meg tudják tenni, hogy mentesítik magukat a világon kellene aspektusától, akkor gyakran hallom azt a saját szakmában, hogy ugyan már ez így nem annyira fontos. Ami egy ilyen igazi csőlátás. És ugyanezt érzi bizonyos cégeknél az Y-generáció, hogy csőlátása van az X-nek és baby boomernek, azt gondolja, hogy még minden a régi és nem a régi. Viszont kedélyesen lehet gyűlölni vagy utálni egymást, mert az Y-t ugye az X könnyen nézi egy olyan hülye gyereknek, mindenkitől elnézést kérek, sosem magunkról beszélek, aki ugye semmit nem tud, csak jön a 3 éve alig megszáradt diplomájával, és mára nem tudom én mi. Az Y viszont pont a digitális analfabéta állapota, vagy egyéb nehézségek miatt ért, nézi ugye öreg otthoni lakónak azt az X generációs kollégát, aki lehet, hogy 50 pluszos, és makacsul ragaszkodik az életelveihez. Na most ilyenkor csak mondanám, ha ez egy iskolában történik, arra érdemes figyelni, amire a kórházokban is érdemes figyelni, meg a rendelőben, nem mindig szokott sikerülni, hogy kikerül a két malomkő közé. Egészségügyben a beteg, úgy van, iskolában a diák, igen. Tehát ők lesznek az a felület, ahol az Úristen nem bírok bemenni a tanáriba, annyi hülye van ott, nem így máshol. Ugye ezt az állapotot, ezt így azért könnyű elérni, és nagyon nehéz ilyenkor szeretni az ember hivatását. El szoktam mondani, az én szakmámban ugyanígy van, nagyon jó lenne abban a szerepben létezni, hogy az ember mindenkit szeret. Nem lehet. Vannak borzalmas gyerekek, vannak borzalmas felnőttek, még borzalmasabb szülők, borzalmas páciensek. Ugye az, akire ránézek és pályaelhagyó szeretnék lenni rögtön, mert hogy nem létezik, hogy az az ember bejöjjön az ajtóban, nem akarok vele beszélgetni, nem akarom azt a gyereket látni, hogy leültették, én szeretnék hazamenni. Ugye? Ez egy teljesen természetes elvárás, na de amikor az ember állásban van és a pozícióját félti, akkor a mosoly az rá kövül az arcára, miközben a belső érzései, hát enyhén szólva mások. Akkor mit lehet tenni? Akkor kell arra gondolni, hogy elvileg, nem azt a mondatot kell gondolni, ez egy kollégám mondta, hogy rettenetes helyzetekben mit lehet gondolni, hogy Úristen mit keresik itt? Pénzt. De amikor az embernek a saját hivatását kell művelni, akkor nyilván nem ezt gondolja, hanem azt, hogy a hivatás szentsége. Na most ez mind nagyon szép, csak azért ma, bár sok szakirodalom szól arról, hogy ne is próbáljunk semmit, egyszerűen az a legnagyobb dolog, ha sikerül szeretni egy gyereket, mert ezen keresztül megérthető egy csomó személyiségvonása, mert otthon lehet, hogy nincs ő annyira szeretve, de hogy mindezeken túl az, hogy a saját munkahelyi pozíciótokban viszonylag jól érezzétek magatokat, ahhoz elengedhetetlen egy viszonylag jó hangulatú tanári, ahol legalább egymással nincsenek konfliktusok, nincs pusmogás, nincs sutyorgás, a
ami nem azt jelenti, hogy mindenkinek puszit kell adni, le kell, és elmondani, hogy ő a legklasszabb ember a Földön, mert nyilván nem így van, de legalább meg kéne teremteni mentál higiéni szempontjából ezt a viszonylag neutrális helyzetet, amiben aztán el lehet kezdeni dolgozni. Na most az, hogy mi a legnagyobb nehézség a gyerekekkel, abban azt gondolom, hogy a legfurcsább talán a növekvő individualizmusuk, aminek nyilvánvalóan nincs alapja, mert mi a túró lenne az alapja. Ez egy kifejezetten vérnyomás emelő indikátor, amikor már nem a szokásos nagyszájú gyerek áll egy tanár előtt, hanem a valahogy máshogy nagyszájú, aki máshogy rángatja a vállát, vagy mondja azt, hogy nem tök mindegy. Ugye ezt egyetemi oktatók már egész egyszerűen meg szokták fogalmazni, nekem volt a saját családomban, van a saját családomban olyan ember, aki azt mondta, hogy konkrétan az antik görögöket néha közelebb érzi magához, mint az első éveseit, mert csak laptop tetőket lát. Hát már nem lát szempárokat. Voltam előadást tartani a BGF-en, ott egy tanár azt mondta, hogy az első másodéveseknél ő már rájött, hogy kb. 3 percenként kell poénokat mondani, a különben kibemászkálnak az órán, és egyáltalán nem figyelnek. Általános iskolában a figyelmi készenlét valójában, amikor pszichológusok mérik, az olyan 9-10-11 perc. Sehol nincs a 20 évvel ezelőtti 45, ami emlékeztek, az volt annak idején az iskola érettségi alapvető feltétele, hogy a 45 perc feladattűrés. Van egy dél-karolinai vizsgálat, amiben azt mondják a kutatók, hogy valahogy kísértetiesen hasonlít ez a 11-12-13 perc a kereskedelmi tévék megszaktart működésére. Hogy ez jön mondjuk Amerikából, a kereskedelmi televíziózás, a reklámok marketing világa, amiben hát nyilván a piacot így mozgatja, tehát ugye nincs az a film, amit ma már kivéve néhány adót, amit végignézhetnél, és zokoghatnál a végén, mert vagy ráindul egy másodperc múlva a fogkrém, vagy az intim betét, vagy a nem tudom én micsoda, vagy pedig nem is tudsz elmélyedni benne, mert 12-13 percenként van egy reklámblokk. És felnőtt egy nemzedék, és utána még egy nemzedék, amelyik ahhoz szokott hozzá, sokat tévéző nemzedék, mert ugye ha George Gerbert olvastok, a médiakutató, akkor ugye az internet előtti időben ugye a televízió volt az, amin aggódtunk, hogy úristen, csillag alakban tömörülnek köré a gyerekek, mert csak azt nézik, és a családokban már nem beszélgetnek, mert mindenki tévét néz. Na ez elvezetett oda, hogy nem biztos, hogy mindenki tévét nézel, de szépen lassan rászoktak a gyerekek mindenképpen arra, hogy masszívan 12-13 percig kell figyelni, utána szünet. És ez nem azt jelenti, hogy mindenki olyan mértékben fogyatékos, hogy máshogy nem tud működni, hanem azt, hogy ez a működés a napok természetes normatívájává vált. Tehát ez egy ilyen működési jellemző lett, ami nem okoz fennakadást, nem tesz ki kérdőjeleket. Tehát amikor tanítunk, akkor 11 perccel érdemes számolni. Nem olyan rég beszéltem egy tanárral, aki felnőtt oktatásban van, és azt mondta, hogy az hihetetlen, hogy az 50 pluszosokat azt nagyon jó tanítani, azok tudnak figyelni akár 90 percig. Emlékeztek, az egyetemen ennyi volt egy óra, nem? Meg a főiskolán. De már a 30 éves az 20 perc után ki akar menni. A 20 éves azért inkább 13 perc után már látszik, hogy molyol valamit a gépén. Tehát, hogy nagyon, nagyon bizonyos élethelyzetekben iszonyatosan durván látszanak a generációs különbségek, amiket nyilván különbségeket mondjuk többek közt a social media tovább erősít. Amit az előbb mondtam, hogy házi feladat. Hogyha azért látok az osztályban olyan gyereket, aki az asztal alatt nyilvánvalóan már nem kis cetlenül írja a szerelmes levelét a valakinek, hanem mondjuk felnéz Facebookra, mert kicsit jobb azt nézegetni, mint téged a gyerekkel, mert unalmas vagy és szürke, és nem vagy olyan vicces, mint egy azonnali érzelmi szükséglet kielégítő online tér, akkor érdemes tudni, hogy ma, amit néznek általában, különösen ebben a 9-14 éves korosztályban, az nem annyira a Facebook, amit a szülők elvettek és beleturkáznak a galériákba, hanem a Twitter,
Maszke fenn, és az mencsen. Na, a Snapchat az azért az elég nagy probléma, a Snapchat egy sexting app. App? Applikáció? Na, kinek van okostelefonja? Jó, kitöltött rám már valami applikációt? Játékot, vagy GPS-t, vagy a fazét, ami mutatja a forgalmat, vagy adna. Minden esetre, ez az egy nem túl jó arány, de akkor muszáj felhúzomatok. Senkit nem akarok megbántani, de ennyire nem lehet 800-adinak lenni, vagy nem tudjátok, mi az, hogy applikáció. Tehát akkor legalább jegyzeteljétek ki otthon, csak egy Google keresést kell indítani. Az applikáció az általában a mobiltelefonra vagy iPadre nagyvédre nem szokták letölthető olyan program, amit azonnal tudsz használni. Kis ikonok mutatják az applikációnak a lényegét. Ezek az ikonok vagy logók, ezek egyébként kiadnak egy új típusú digitális lábnyomot is, amely szerint mutasd az applikációidat és megmondom, hogy ki vagy. Ugye férfiaknak általában az apjaik, mert nem az apjaik, hanem az apjaik, olyanok szoktak lenni, amelyek műszakiak vagy ilyesmik, a nőké általában nem annyira. Ma nagyon divatos az egészségizé, a felnőtteknél ez a megmérem magam, mennyit futottam, szóljon, hogy egyek három almát, és ne egyek meg négy csupi tortát, és nem tudom én, innen majd nyilván eljutunk a beszélő ütőszekrényig, de addigra már magunk mi fogunk, mint három csimpánz, mert hogy majd szól a ütőszekrény, hogy hülye gyerek, vegyél tejet, elfogyott. Ugye ez az az élet, amit majd a robottechnika biztosít, amiben egyre kevésbé kell gondolkozni, de ez egy másik fejezet. Szóval a Sexting App, az egy olyan applikáció, ami vélhetőleg szexuális tartalommal van tele. Ami miatt a vélhetőleg szó oda került a Snapchatnél, az az, hogy a Snapchat volt az első olyan fejlesztés, amely azt ígérte, hogy megszabadít a nagyon súlyos törvény arról, miszerint az internet nem felejt. Hát tudjátok, ami egyszer kikerült, azt a büdös életben nem beszél senki. Egyszer kerüljön ki rólad egy végtelenül előttelen fotó, ahogy az orrodat túrod, vagy pont 9 kilóval több vagy, mint szeretnél, vagy nem tudom, éppen a kozmetikustól jössz ilyen rücskösen, vagy bármi. Valami jó fej biztos lesz, aki így megkérdez meg, de megosztja Facebookon, vagy csak simán kirakja az oldalára, és akkor már is több száz, akár több száz emberhez elkerülhet az a fotó. Na most a Snapchat ezt kiküszöbölte azzal, hogy a fejlesztők azt mondták, hogy a küldő meghatározhatja, hogy a fogadó hány másodpercig láthatja azt a tartalmat, utána a tartalom gyakorlatilag önmegsemmisítésre kerül. Ugye tök jól hangzik. Kár, hogy az okostelefonoknak van egy funkciója, ez a screenshot, tehát hogyha nekem küldenek valamit, ami mondjuk mégiscsak egy intim fotó és nem a matekházi, akkor én azt, ha ott hirtelen nagyon tetszik, akkor tudok csinálni egy screenshotot, és akkor tőlem megsemmisítheti magát 4 másodperc múlva, azért azt én már elmentettem. A Snapchat, amikor elindult, akkor a szülőknek az nagyon szép volt, hogy a fejlesztők írtak egy guide-ot, amiben külön felhívták a figyelmet arra, hogy ez mind social media fejlesztés, külön hangsúlyt fektet a kölcsönösségre, a tiszteletre, a bizalomra és az őszinte kommunikációra. Bizonyos szempontból mindez a fogalom értelmezhető úgyis, amikor az ember letolja a bugyját és ezt küldi el, mert őszinte kölcsönösségre törekvő és bizonyos szempontból érdekes. De ugye, ha ezt 11-12 évesen teszi meg egy gyerek, akkor már nem feltétlenül jó ez. Na most a Snapchat-tel az a nagy helyzet, én nem értem, hogy hogyan, hogy kiskamasz-kamasz gyerekkel rendelkező szülők sokszor még a nevét nem hallották ennek az applikációnak, miközben lehet, hogy a gyerekük elég aktív user. Nem lehet megengedni. Egy másik ilyen az Ask.fm. Ki ismeri? Vagy legalább egy cikket kiolvasott róla. Hát akkor ask.fm. Ezekre tessék rákeresni. Az Ask.fm az meg egy olyan felület, ahol a nyugodtan kérdez és nyugodtan válaszol című vadidegen emberek közötti pár, ezt nem mondanám, hogy párbeszéd, de minden kérdés, feltevés és válaszadás jön létre.
Hát, van annak is egy sodrása, hogy finom legyek. A kérdések általában olyanok, különösen a szűk körben vonatkoznak, mondjuk egyszer beszéltem egy 13 éves kislányal, aki egy 12 évesen ászkefemezett, ami hát nyilván azt jelentette, hogy ha járni akar a 12 évesen, a 13-a 12-ben, akkor ászkefemezni kell vele. És akkor kérdeztem, hogy hát mégis milyen kérdésekre kell válaszolni, és akkor mondtam, hogy csúnyákra. Mert ez egy jól nevelt kislány volt. Kérdeztem, mennyire csúnyákra, mondta nagyon. Amit kihúztam belőle végül, és most így, hogy rögzítik ezt az előadást, nem mondanám el, de vannak benne testrészek, meg tevékenységek, amelyeket, hogyha meg lehetne tenni, mondta a fiú, akkor jó, akkor utána lehet, hogy járnak. Na, ugye 20 évvel ezelőtt abban sem lettünk volna biztosak, hogy mindenki pontosan tudja, hogy miről beszél. Ma egy 10-12 éves korosztályban arra biztos lehet számítani, hogy nagyjából tudja, miről beszél, mert az internet vagy az online tér olyan fokon telített információval, annyi kép, annyi információ jön, ami már tulajdonképpen maga az inger elárasztás. Ugye ez alól alapvetően menekülni kéne, de egyik gyerek se tud, mert ahogy láttátok, a kulturális norma az azt jelenti, hogy hálózati tagnak kell lenni. Ma az a gyerek, aki nincs fönt Facebookon, nincs fönt Twitteren, nincs fönt Snapchaten, nincs fönt Ask.fm-en, annak lehet, hogy az anyukája nagyon boldog, és azt éli meg, hogy egy városban sikerült mégis megteremteni a lakatlan szigetet, ahol ő ott van a gyerekével a saját rendszabályaik szerint, de azt kell mondjam, hogy általános iskolában, pláne felső tagozatban már ez a gyerek, ez marginális pozícióba fog kerülni. Nem ez a megoldás. Egyáltalán nem. Amikor a gyerekek nem mondják el, hogy mi történik velük, és mégis fönt vannak userként, akkor számítani lehet arra, hogy olyan tartalmakat is kapnak, olyan, amik egyrészt ugye mennek az online zaklatás témakörébe, mert nagyon agresszívek, másrészt viszont túl korán érik el őket. Így látjuk azt, hogy ma a Z-generációra és az alfára az jellemző, hogy a kognitív képességeik sokszor előre szaladnak. Ezt, hogy felelésnél nem látszik, az egy másik dolog, de kognitív képességnek tekintjük azt, hogy 3 másodperc alatt egy gyerek megtanul kezelni egy iPad-et, bármit letölt, elindít, alkalmazásokat húz le, tölt ki, használ, játékokat tölt le. Egy csomó minden olyan ismerete van, ami néha előrébb szaladt, mint a biológiai életkora, ez lenne a kognitív rész. Igen ám, de az ehhez szükséges érzelmi rész, az meg ugye pont a biológiai életkorhoz kötött tempóra. Tehát hiába mondjuk azt, hogy egy 12-13 gyerek hiperügyes tud lenni, ha egyébként kezelnie kell valamit az online térben, vagy egy digitális eszközt kap, attól ő még pontosan az a 12 éves gyerek lesz, aki a 12 éves gyerek. Elvileg. Mi a baj azzal, hogy az érzelmeik pont ott maradnak? Problémát jelent, hogy 10-11-12 évesen már párkapcsolataik vannak. Járnak egymással Facebookon. Nem szokták elmesélni. Nem szokták otthon elmesélni, mert itt most nem rátok vonatkozik ez, de amikor mondjuk egy előadáson látszik, hogy a Facebook, Twitter, Instagram, Ask.fm, Snapchatből 4 emelik fel a kezüket, akkor most otthon egy gyerek mit kezdje mondani, hogy van egy olyan, hogy Facebook. Tehát világok választják el azt a felnőttet a gyerektől, akinek fogalma nincsen, hogy mi van az online térben. Így nem fogja elmondani, hogy van az osztálynak egy Facebook grupja, nem fogja elmondani, hogy abban ő milyen csoportszerepet visz, nem fogja elmondani, hogy őt kipiszkálja, nem fogja elmondani, hogy ki az, aki jár vele, ki az, aki még nem jár vele, de a lányok picúlik a Facebook grupokban sorban állnak, a cool fiúkért, 12 évesen. Amikor ezt egy anyuka mesélte nekem, nem is 12-11 volt a fia, akkor mondtam neki, hogy azért kicsit ebbe bele kéne szólni, anyuka, emelj
információhoz úgy jutott, hogy a gyerekének nem vitték el a telefonját tökéletlenül, mikor mentek a nagyikhoz vasárnapi ebédre. Egyébként Budapest abszolút belvárosról beszélünk. Előadás utáni anyuka oda jön. És akkor anya iPhone-jával kellett létezni a nagyinál az ebédnél, és akkor mondja a nő, hogy megkérdezte a gyerek, hogy közben, amíg ő beszélget, megszedik a levest, hogy azért Facebookra már csak föl kéne menni, hát ha történt valami iszonyat fontos, ugye az előző 4 percben. Jó, és akkor, de közben a nagymama kiszedte a levest, és a gyerek egy orbitális hibát vétett, a logoutra nem ment rá, tehát ő bejelentkezve maradt Facebookon. Így a desszert után, még jó, hogy a kávé előtt, különben vérnyomás kiugrása lett volna az anyának, mégiscsak ő rájött, hogy mit lát. Mert először mondta, hogy szerette volna, ha az nem az ő gyereke, amit lát, ugye, azokkal a fotókkal, meg azzal a kommunikációs stílussal, amely nem hasonlított az ő édes kisfiára. És így derült ki, hogy a fia jár lányokkal. És legalább 3 várakozik. Na most, hogyha erről egy népszerű rock bandának a kis turnébuszait teszünk be, ahol is szokott lenni sorban állás, akkor ez a hasonlat nagy mértékben pejoratív, de ugyanakkor nagy mértékben ijesztő. Emlékeztek, ugye? Biztos tanultatok ti is fejlődést élettant, hogy 11-12 éves korig, 5 éves kortól mi volt régen? A latencia. A latencia, amikor a két nem utálja egymást. Elvileg nem, hogy nem jártak, hanem ugye akkor van az, hogy a fiúk meghógolyózzák a lányokat, a lányok sikítoznak a sarokban, és közlik, hogy minden fiú egy hülye gyerek. Mert hogy ez az idő volt nagyon régen az, amikor a két nem felkészült arra, hogy éretté váljon, és elinduljon majd az első párkapcsolatok útján. Most 10-11 évesen párkapcsolati gondjai vannak. Tehát nem, hogy latencia nincsen, hanem felnőtt gondjaik vannak. Így aztán, ami akkor azt mondjuk, hogy az érzelmi feldolgozó képesség ott van a biológiai életkorhoz kötötten, akkor most képzeljetek el egy olyan matek órát, ahova te bemész, azt hiszed, hogy taníthatod őket, ő ott ül, vagy üveges szemmel, vagy kiborulva, vagy nem látszik meg profik, és nem látszik az arcán semmi, csak valahogy nem olyan a légkör, akkor a legritkább esetben jut ma eszébe egy tanárnak, hogy lehet, hogy történt valami, nem az osztályban, nem a folyosón, hanem az online térben, ahol zajlik az élet. Akkor is zajlik az élet, amikor ezt egy felnőtt nem látja. Ma, amikor bemész az osztályba, nem csak azt az offline szociometriát kell nézni, amit a székek elrendezésében, vagy a padok elrendezésében megszoktál, hogy ki mellett ül, hogy hol vannak a jó tanulók, hol vannak a rosszak. Sokkal lényegesebb ma, hogy milyen az osztály online szociometriája, hogy ott ki a szellemi vezér, ki az, aki osztja a részt, ki az, aki ott agresszív. Ez a kettő nagyon gyakran egyáltalán nem fedi le egymást. Minden esetre olyan érzelmi súlya viszont van, hogy adott esetben, ha egy gyerek használhat okostelefont mondjuk tanítási idő alatt, és általában nyilván használhat, mert nem szokás beszélni tőlük az ajtónál, ugye, és mondjuk van 3G-je, tehát abszolút tud online térben lenni, akkor bármikor előfordulhat, hogy az a kép, amit te látsz, az valami teljesen más online térben történő dolognak a reakciója. Mert hát nyilván rájuk is igaz az, hogy amit az online térben átélnek, azt az offline érzelmeikkel fogják lereagálni. Ilyenkor egy vastalapos tanítónéni vagy tanárnéni, aki szeretné, ha ő figyelne, ha izé, teljesen jogos elvárás, de valójában lehetetlent kíván, mert ez a gyerek nem tud ennyi idő alatt kizsigítelni, ahogy azt szeretnénk látni. Mutatok még valamit, hogy mit mondanak most. Még beszélhetek 10 percet? Mutatok oktatási fontos dolgokat. Ahogy a kisépelést mondtam most, azt úgy értsétek, rátok is igaz, mármint rátok nem, másokra, hogy 5 perc közösségi média után már oldódik az önkontroll. Ez mit fog jelenteni? Ez azt fogja jelenteni, hogy 13 évesen az egymással használt kommunikációs stílusuk az enyhén szólva kimeríti a kortárs agresszió fogalmát olykor. Az, hogy
nemrég beszéltem egy anyával, akinek 13-14 éves a lánya, és ő mondta, hogy szörnyű látni, hogy ma már a barátnők sem úgy szeretik egymást, hogy összevesznek, hogy nem segítenek, mi is veszekedtünk annak idején, de hogy nem segítenek egymáson. Az iskolai elvárásokat már egyénileg akarják elérni, nincs összedolgozás, nincs kölcsönösség. Most én nagyon szeretném hülye pestiként azt gondolni, hogy vidéken mindig mindenki szereti egymást, és minden sokkal rosszabbul van, de egy évvel ezelőtt letettem erről az illúzióról, hogy nagyon vigasztaló volt. Vidéken se jó. Vidéki nagyvárosban lehet, hogy jó, de nem sokkal. Pesten borzalmas, és kis településekkel megint csak. Ugye attól függően, hogy nézzük. De egy dolog biztos, hogy amikor valaki azzal vigasztalja magát, hogy nincs is akkora szerepe az online térben, akkor jó, ha tudjuk, hogy a legszegényebb régióban, a legszegényebb szabolcsi részen, ahol tényleg egy kiló kenyér egy föl van egész hétre, milyen van a gyereknek? Úgy van, okos telefonja van, az lehet, hogy kártyás, és lehet, hogy furcsa viszony van a Telekom, a Tékommal, tézében. Tehát ilyen változó viszonyban vannak, de van internet hozzáférése a gyereknek. Muszáj, hogy legyen. Na most, azt gondolom, hogy ma a tanításban a legcsüggesztőbb minden tanárnak az lehet, hogy ha bemegy az osztályba, és ott ül egy csomó gyerek, és így ül. És így néz. És úgy tűnik teljesen, hogy de annyira nem érdekli semmi, hogy szörny. Hogy nehéz olyan mondani, amire felcsillan a szemük. Hogy nehéz felkelteni az igazi érdeklődésüket. Miközben teljesen gyereknek látszanak. Ez általános iskolában, középiskolában, de még egyetemi oktatóknál is a legnagyobb baj, és egyben csak mondanám, hogy a kifáradás exhausztió és a burnout kiégés felé vezető úton az egyik legszebb virágszál, amikor bemész és azt érzed, hogy hegyeket kell elmozdítani ahhoz, hogy elkezdhess tanítani. Mert hogy így nem lehet, amikor némi apátia van ilyenen. Tehát ott vannak a gyerekek, de már mondjuk nem is rosszalkodnak. Ez még komolyan jó, ha zsizsegnek, mert akkor gyerekszerűek. De a legnagyobb baj, amikor tényleg az látszik, hogy az a fajta telítettség, amit az online térben szoktunk érzékelni, az valahogy Dr. Abu-Dzsú Stanfordi pszichiáter szerint diffundál az offline térbe, és megjelenik az életeseményekkel kapcsolatban is, és megjelenik az oktatásban is. Mit lehet ilyenkor tenni? Amikor azt mondom, hogy szeretnék élni a gyereket, akkor az azt jelenti, hogy minden ilyen helyzetben meg kéne látni, hogy ő most nem azért vág olyan fejet, amilyet, mert direkt ki akar vele tolni, hanem mert nem tud másmilyen fejet vágni, mert ahhoz viszont még kicsi. Ugyanez 22 évesen az már más, de 12 évesen nem tudja még befolyásolni se az arckifejezését nagyon, se a viselkedését, se azt, hogy milyen érzelmi attitűdöt mutasson. Mindegyik kamaszra elmondható, és kiskamaszra is, hogy bolyong, de ők ugye úgy bolyonganak, hogy egy nagyon individualista világban kénytelenek létezni, amiben a magára hagyatottságuk többek közt azért is van, mert a szülők és a felnőttek teljesen távol állnak az online tértől. Egyszer egy kutató azt mondta, hogy azért ez kicsit olyan, mintha ma valaki egy 4-5-6 éves gyereket kiengedne egy 8-sávos autópályára, hogy menjél. Aztán vigyázz magadra. Tehát nem is tudjuk, hogy mekkora veszély van, és ez most nem csak a szexuális predátorokról szól, hanem arról, hogy egy gyerek megtalálja az örömszerzését az online térben. Mert el szoktam mondani, hogy annyira piszok egyszerű ez a dolog. Nyilván, aki okos telefont használ, az pontosan tudja közületek is, hogy milyen egy ilyen szerkezet, és milyen főleg gyerekkorban, hogy egyszerűen isteni. Olyan, mint egy luxus gyerekszoba, minden van rajta. Játszhat, dumálhat, zenét hallgathat, filmet nézhet, olvasgathat, rajzolhat,
Egy csomó mindent lehet csinálni, 10-12 dolgot simán, akár szimultánnal elég jól terülje. Ehhez képest otthon van két megfáradt szülő, a katedrán van egy közepesen boldogtalan tanárnő, nem ti, mások. És akkor miért kéne azt gondolnunk, hogy a Facebook, vagy a Twitter, vagy a Snapchat nem lesz érdekesebb? Miért kéne? Hát persze, hogy érdekesebb lesz. Sokkal izgibb egyet játszani. Csak ugye az a baj, hogy 5-10 év múlva ez még megmutja a számlát. Azért kell őket megtanítani, beszélni és gondolkozni. Jaj. Hogy ne unatkozzanak. Hogy tudjanak egymással kapcsolatban lenni. Egy csomó új típusú szorongás van, de egy csomó új típusú szorongásnak az az alapja, hogy már, ahogy mondtam, a textek felé lennek el. A textekben egyre kevesebb érzelem van, egyre kevesebbet olvasnak printet, egyre többet olvasnak online. Az online olvasásnak, ugye a megvizsgálták már, az online olvasásnak egy F betűt ad ki az olvasási szemmozgása, míg lineárisan működik régi, hagyományos módon egy printnek, tehát egy rendes könyvnek az olvasása. A cikázva olvasás az azt jelenti, ráadásul instabilitással, mert ugye a képernyőn minden olvasó scrollozható, és minden szöveg scrollozható, ez azzal jár, hogy a gyerekeknek több plusz figyelmet kéne és erőfeszítést működtetni ahhoz, hogy megértsék az olvasott szöveget. Ez nyilvánvalóan nem így működik. Tehát akkor lassan eljutunk oda, hogy tényleg az van, hogy amikor beszélniük kell, akkor nincs túl sok szavuk a helyzetek leírására. Hát szókincse, régen is mindenkinek onnan lehet, hogy olvasok. De lassan, egy viszonylag lassú időben, egy sokkal lassabb életben volt idő könyveket kézbe venni. Ma egyre népszerűbb a Kindle, amihez ugye már ódon könyv szakparfümöt is tudsz venni, hogy az meglegyen az érzésed. És közben azért azt jó tudni, hogy Nikolász Kár internetkutató azt mondja, hogy miközben a világkönyvtárral digitalizálódik, nem olyan messze van az az idő, mikor kiszámít majd egy nékony elit rétegnek, akinek milyen van, könyve úgy van. De hogy közben a Z és Alfa generáció nagyon félő, hogy áldozatul fog ennek esni. Mint ahogy például abból a szempontból is nagyon kell figyelni ma, hogy nyilván tudjátok, hogy az oktatás is megint túl a digitális úton. Nem a portfóliótokra gondolok, hanem arra, hogy az oktatásban el kell kezdeni majd használni bizonyos digitális módszereket, el kell kezdeni használni prezentációs módszereket, el kell kezdeni kiadni gyűjtési feladatokat a diákoknak, el kell kezdeni dolgozni velük kis csoportban, hogy megérezzék a kölcsönösséget és az empátiát. Emellett azonban iszonyatosan fontos továbbra is, hogy a kereteket a tanár tartsa. Muszáj megtartani azokat a kereteket, amik a fegyelmet biztosítják. És nem lehet, hogy a gyerek jobban képzett legyen információ technológiából, mint a tanár. Ugye nem lehet elsütni, csak hogy ezt az első sem a régi poént, amikor az egyszeri orosz tanár pont egy leckében van előbb, mint a diákja. Tehát ezt így nem lehetne nagyon könnyű lerúgni, vagy ha már egyszer lerúgt, ott az ember, hát nem ti, akkor el kell tudni viselni, hogy egy 14 éves, ha rendes gyerek, akkor lesz egy ilyen szánakozó mosoly az arcán, vagy édes Istenem, még se tudod, de azért segít. A szeretet teljesen kéreszkos segít. Nekem egyszer egy 20 éves mondta, hát az valami elképesztő volt, az anyjáról beszél, és hogy árnyalja az anya személyiségét, akkor így mondta nekem, hogy és megtanult Gmailben csatolni egy fájt. Hát ezt komolyan, körülbelül ő azzal a fejjel mondta, hogy mikor nyilván az ő édesanyja az ő 2,5 éves korában azt, hogy mi is már tudira bír elül, ugye? Tehát, hogy nagyon, nagyon fontos, hogy amit megtanultok, azt el tudjátok fogadni, bár ez teljesen megfordítja az eredeti szocializációt, mint szerint ti vagytok a tekintély személy pozíciójában, de tudnotok kell elfogadni segítséget egy 7.-8. gyerektől, ha
ha láthatólag az jobban tudja. Sokkal rosszabb, hogyha nem engedsz a tekintély pozícióból. Akkor tök mindegy, hogy milyen programot használsz, tök mindegy, hogy milyen sablonokat, kliség mentén gondolkozol, nem fog jól működni a dolog. Utoljára elmondom egy sztorit, imádom a, van egy nem minden kollégám, de Törőcsik Máriának hívják, ő egy marketing professzor a Pécsi Tudományi Egyetemen, nekem is egy sokat hivatkozott szerző, nagyon okos és nagyon rugalmas professzor. És ő azt mondja, hogy vannak generációs kohort kutatásai, és azt mondja, hogy hát a legnagyobb nehézség nyilván az, hogy az YZ generáció, és ehhez csatlakozik majd az alfa, mondjuk 27-28%-a úgynevezett élményfogyasztó, akik hátulülnek, nem ti, nem mások, csak úgy, ugye, akkor hátul nyomulja a zsömlék, meg jegyzettel, meg picit nem figyel meg ízik, és amúgy nagyon régen ebből van egy olyan 17-18%-a a diákságnak az első két sorban, aki vadul tanul, ambiciózus, aktív, határozott céljai vannak. És akkor mondja, hogy de egy picóka különbség azért van, mert mondjuk ő előadást tart, mint professzor, akkor az első két sorból azért bármikor beültenek egy kérdést, hogy van ez, amit ő magyaráz most az amerikai aktuális adatokkal. És akkor felteszi ő a kérdést, mit kell erre ma 2015-ben válaszolni? Na, ki kockáztat meg egy választ? Mit kell erre, mit válaszol erre egy professzor 2015-ben, amikor a diák bekérdez, hogy mi van az aktuális amerikai adatokkal? Tessék? Nézd meg a neten, maszatolog egy. Ide tartozik a majd megbeszéljük. Majd a következő órán ezért készülj fel belőle, ez mind az X generáció maszatoló válasza. Mit kell tudni mondani? Így van. Azt kell mondani, hogy nem tudom. 20 évvel ezelőtt el tudtatok volna képzelni egy ilyet, hogy ülsz a főiskolán vagy az egyetemen, bejön a professzor. Hát ugye az már, na mindegy, most senki nem szeretett az első sorból ülni, de mondjuk a néhány abszolút srében ott ül, azok bekérdeztek volna ilyet? Hát nagyjából soha. Egy olyat, hogy jaj, de okosnak tetszik lenni, az igen, de ami a tudására indít el egy kérdőjelet, netán számon kérő, netán plusz feladatot ad ki, hogy vesse már össze. Hát hol merte volna ezt meg az akkori nem létező Y-generáció? Olyan fokú volt a tekintélytisztelet, annyira meg volt a poroszos hierarchia, annyira tudtuk a helyünket. Nem a domináns pozícióban, hanem az alárendeltben, hogy aki a domináns pozícióban csücsült, az csak föl nem merült, hogy bármit ott. Na most ez ma azt jelenti, kb. Másfél éve csinálom ezt, hogy minden előadáson, amikor úgy van, megkérdezem ezt a kvázi feladványt, és azt kell mondjam nektek, hogy mondjuk, ha eddig feltettem ezt a kérdést 2500 embernek, akkor 2000 maszatolt. Borzasztó. Borzasztó, mert ez azt jelenti, hogy az X generáció tényleg nem bírja elengedni a tekintély pozícióját, de nem bír tőle elbúcsúzni, és nem tudja átalakítani egy jóval rugalmasabbba. De közben ezt meg nem lehet. Nem attól leszel hiteles, hogy csimpaszkodsz a pozícióba, hanem attól leszel hiteles, ha el tudod engedni. Ha azt tudod mondani, hogy nem tudom. Mert akkor az igaz, hogy a régi nomenklatúra szerint egy létezhetetlen helyzetben vagy, mert nincs ilyen helyzet, nem lehet definiálni, de a maiban emberszerűbbé válszott a helyzetben. És ezt fel kell tételeznünk, hogy a fiatalabb generációk nem kihasználni akarják, hanem csak azt akarják átélni, hogy közelebb van a felnőtt. Mindezt azért, mert szinte egyre csökken a kommunikáció a családokban, egyre csökken a verbális érzelmi átadás az emberek között, és emlékezzetek az indító izére, hogy minden ötödik fiatal azt érzi 15 és 29 éves kora között, hogy fogalma nincsen, hogy merre indulnak. Tehát, hogy
sokkal nehezebb, mint amikor az X generáció azt érzi, hogy neki nagyon nehéz. És tudom, hogy nem lehet feltenni egy ilyen kérdést, hogy kinek nehezebb, mert mindenkinek nehezebb, de higgyétek el, hogy életindítónak így ezt átélni, hát nem. Nem sok embernek van nagyon erős személyisége, hogy ezt én erővel bírja, úgyhogy szeressétek őket, nyeljetek hármat, tudjatok nemet mondani, tudjatok nem tudomot mondani, és akkor sok sikert. Köszönöm szépen! Az adásunkat szeptember 8-án kedden este 6 órától tekinthetik meg, melyben aktuális rendezvényfelvételenkkel jelentkezünk. Keddi adásunk ismétlését vasárnap délelőtt 10 órától, míg pénteki adásunk ismétlését vasárnap délután 2 órától tekinthetik meg. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!